Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 16 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani. Hát, sziasztok. Hello, hello. Hello, drága Morning Show hallgatóink. Itt vagyunk. Jó későn, ennyi reklámunk volt, de hát ez a jó. Ez nektek köszönhető. Ha egyszer népszerűek vagyunk, mit csináljunk. Igen. Hogy ennyi hallgatok minket, ez köszönjük mindig szépen. Jó. Bizonyám, ezért van ennyi reklámunk. Kinézett Marsot? Senki? Nem néztétek? Gyönyörű. Fönt ja, az ez égen. A tegnapi sztori. A tegnap, nem néztétek? Ahogy elmentél, én lapoztam. Igen? Felélegeztünk. Nagyon szép. Én most megnéztem reggel. Fú, gyönyörű. Merre van ilyenkor reggel kelet? Nem. Azt hiszem, hogy dél-dél-kelet. Dél-dél-keletem van. És pont láttuk. Márhogy nem mi, mert egyedül voltam. Aha. Hát de egy arra néztek veled együtt, az a sok ember. Igen, akik reggel Marsot fürkésztek. Nagyon-nagyon-nagyon szép. Holnap is ott lesz? Holnap is ott lesz, még jön közelebb is, úgyhogy még ráér az ember. Én arra várom. Igen? Nem akartuk arra ezt a most a Messit minek nézzük, majd amikor közelebb jön. Hát most a Messit ne, hát inkább az Iniesztát. Iniesztát, vagy a Xavi Alonsót, vagy valaki. Előle mindenkit akarja felénk meg rossz a szeme, megvárjuk, amíg közelebb jön. Lesz még egy kicsit közelebb is, úgyhogy érdemes fürkészni ezeket. Nagyon szép. Vörös, főleg este látszik, hogy vörös. Tök más a színe, mint a többinek. Más? Más, teljesen más. Tehát fölnézel az égre, és látod, hogy vörös. Magasra kell nézni, vagy alacsonyra? Tehát nem teljesen a fejed fölé, aha. Ugye most azért ezt így nehéz betájolni. 45 fok? Hány fok, igen, milyen égbolt. De ez a nulla, ha vízszintesen nézed. A 90 és a, igen, 45 körül. 45 körül. Igen, de észreveszed, mert mondom, baromi más a színe. Tegnap este én még nem láttam, mert felhős volt, de szerintem ma holnap este már lehet nézelődni. Nagyon szép. Menő. Fölmászok majd a Feri nyakába, és elmesélem neki. Hát ahogy ledúz... És akkor így mi így ketten együtt összehozzuk. De várj, hát ahogy ledúzerolják a környékemről a paneleket. Ja, mert hát... a tízes az azért kitakar. Igen, mondjuk az a baj, nektek ott elég sűrű. Már föl kell mászni a tetejére, onnan viszont lehet látszik. Nem, de megoldjuk. Nem tudom, hogy mi is megoldottunk gyerekkoromban mindig, hogy föl tudjunk menni a 10 emeletes tetejére. Hogy? Hát föl lehet menni. Persze. Meg lehetett oldani. Meg lehetett oldani, igen. Aztán föl lehet menni. 10 emeletes. Nagy fiúskodni. Vidéken. Hát elszívni egy pár stau. Padlásszobára nem mertél fölmenni, nem 10 emeletesre. A fénypadlásra. Igen, oda lehet, az a góré tetejére is. Oda lehet, de 10 emeletet. Nem is gondoltuk. Azt gondoltuk, hogy nem lehet, hogy 10 emeletet. Hova építed? Meg mivel megy föl? Érted? Úgyhogy így vagyunk. Na és mi újság van egyébként így kora reggel? Minden oké? Okay, minden rendben? Rettenetes hideg van odakint. Igen, 6 fokot mértem, azért az nem erős. Embertelen. Hát a kislány jégdarát vizionált. Csak így nem tudom, figyeltétek a híreket. Jégdarab. Biztos. Ilyenkor. Hóesés, 5 gubáért valaki? Nem? Jó, hát nem. Hóesés. Jó, hát mindegy, buhás vagytok. Én tartottam volna. Hát 5 guba, érted? Ma reggel felétel kellett kérnem 10 gubát, mert ott hagytam megint a pisztárcámat. Annyira csupasznak és kiszolgáltatottnak érzem magam ilyenkor mindig. Olyan könnyű volt a táskám, és picit csodálkoztam is rajta. Aztán amikor oda ment a határ után az újságoshoz, hogy beszerezzem a heti szemetet, akkor rájöttem, hogy basszus, nem fogom tudni, miből kifizetni. Aztán blitzeltem, csak mondom. Elloptad? Nem, úgy azt visszatettem, hanem a BKV ellenőrök mellett el kellett mennem azért. Ja, mert hogy az sem volt. Igen, magabiztosságot erőltettem magamra. Hát ez csak tudják. Úgy lehet. Azán. De azán. Tudják, hogy neked van bérleted. Kicsit jöttem, mint a Staying Alive-ba. A Travolta, fenékrissza, lazaság, magabiztosság. Hello, srácok! És el is jöttem. Hello, mi van? Meló? Jó szolgálatot? Aztán két szemetek ott legyen mindenki, de hogy esetleg megkárosítsa valaki a vitézurat. Na, szevasztok! És akkor átcsúsztam. És aztán itt a Feritől kértem. Szörnyű érzés, de hát vissza Feri, az a baj, mert nem buszom meg. Meg. Mit? Újságot hogy vetted meg? Na, a kölcsönpénzből. Visszaszaladtam. Igen? Persze. Nagyon jó. Nagyon jó az aluljáróba a kávé, én anélkül elég nehezen tudom elképzelni a reggeleimet. Jó kávét adnak? Fú, borzasztó jó. Nem most, ha tényleg erre a két nagyon jó, két csodálatosan, újságra... fantasztikusan, mielőtt valaki a borzasztóra beszól. Nem most, ha tényleg erre a két újságra kértél pénzt, akkor nem tudom, akkor nagy baj van a világgal. Hát. Te bejönnél úgy, hogy kérsz kölcsön tőlem egy 5000-est, hogy lemenjél azért a két újságért, visszamenjél az aluljáró? Hát nem lenne erről, megmondom őszintén. Én szeretem, ha nincs nálam pénz. Felszabadít. Igen, meg mindig meg tudod hivatni magad. Egyrészt igen, meg valahogy tudom, hogy nem fogok költeni, tök jó, nincs nálam ma pénz, és valahogy nem szokott, ez így nem szokott zavarni, ha csak nem valami valakinek oda kell adnom, vagy tudom, hogy konkrétan valamit fizetni kell, nekem nem zavar, ha nincs nálam pénz. Hát ha nem kell venned semmit, akkor igen, ha nincs konkrét dolog, úgy valahogy, olyan, mint a mobiltelefon, egy ideig fura, hogy nincs nálad, aztán utána tök jó érzés.
imádom, mikor nincs nálam telefon. Mi van? Kicsit megszóltam? Én ezért mondtam, hogy elég lesz a agavé szirup, mert hogy már van benne. Hogy látod, kicsit sokat tettem? Hát nem, hát szereted, hát most ennyit. Még legalábbis ez egészséges. Még három édesítő. Dehogy is. Ja, Istenem, igen. Az kicsit erős lenne. Az agávé mellé. Figyelj, az agávé szirup tök jó, tehát ennek a glikémiás indexe nagyon jó, ezt nagyon. Cukorbetegek is fogyasztatják, ez egy jó cucc. Ebből rakhatsz nyugodtan. Hát inkább ezt, mint a kristálycukrot. Hát azért érted. Ha érted, mire gondolok. Hú, tényleg, ma lesz elment a sövezet. Jaj, bizony, jön a Gábor. Jön a Gábor. Mi a mai témán? Ma megmondom neked, mire kértem, hogy készüljön fel az allergiából. Gluténérzékenység, laktózérzékenység, milyen tünetei vannak, hány embert érint, hogy lehet kivizsgálni. 3,5 millió ember érintett ebben. Ebből szerintem egy 2-2,5 még csak nem is tudja. Aha. Csak issza a tejet, meg eszi a sajtot, és aztán mindenféle testi tünetei vannak, amit erre-arra fog. Közben egy nagyon egyszerű vérvétellel ezt meg lehetne nézetni, hogy van-e bármilyen laktózérzékenység, ami ugye a tejben van. Gluténérzékenység gyerekeknél, hát szinte népbetegség már. Úgyhogy ebből készül tünetek, megoldások, kezelés, hogy lehet, mint lehet. Menő. Na, érdekes, jó, érdekes. Ennek szerintem nagyon sok mindenkit érint. Leginkább úgy, hogy ő azt mondja, engem biztos nem, de majd, ha a tüneteket meghallja, akkor rájön, hogy lehet, hogy érdemes egyet szuratni, vagy elmenni, ahol ezt meg tudják, meg tudják mondani. Szóval szuratni mindig érdemes. Szuratás, hát az igen. Mindig jó. Úgyhogy ez lesz ma. Találtam fönt, képzeljétek el, egy marha jó kis térképet. Lehet, hogy másnak ez már uncsi, de nekem tök új, mert életemben először láttam ezt a térképet. Nagyon jó pofa dologról van szó. Képzeljétek el, hogy valaki kitalálta, hogy úgy rendezze be az egész világot, ahogy egyébként logikus lenne, hogy a legnagyobb lélekszámú országok a legnagyobb területű országokkal cseréljenek helyet. Mert hogy ez nem mindig van így. Vannak olyan országok, amik a helyükön maradtak, mint például az Egyesült Államok és Brazília, de például mi kis Magyarországunk. Tájföld helyére az, mentünk, ha jól látom. Azonnal költözzünk. Malajzia, tájföld mellé. Az nagyon van, igen. És gyakorlatilag Nepállal lettünk határosok, és Malavival, illetve Tájvannal. Micsoda, Malavita visszük, gyerek gyönyörű. Hallod, gyönyörű. Most már csak egy semmi egyébként, hát valószínűleg személyigazolvány alá átmehetnél. Hallod, hát Tanganyika tavi és a Malavita visszük, gyerek a legszebb édesvízi halak. És ki jött a helyünkre? Azt mondja, hogy a helyünkre, hú de jó kérdés. Basszus, a Ferének vannak egyébként a legjobb kérdés, rájöttem, mert ezekre soha nem tudok válaszolni. Nem ismered az anyagot? Hogy már ki a festék a nyomtatónkból, és nem tudom elolvasni. Igazából, Muti, de hogy egyébként Haiti van mellettünk, mert hogy Románia helyére Haiti került, Ukrajna helyére Üzbegisztán, és kicsit feljebb tőlünk Guatemala. Oh. Úgyhogy, de mi nagyon jó helyen vagyunk, nekem azt tetszik, ahol minket raktak. Jó? Igen. Az jó, figyelj, jó az idő, olcsó a kaja, nincs fűtés. Tényleg. Figyelj, ott van, igen, Tájföld. Az nagyon-nagyon szép. Nem messze tőlünk a Maldív-szigetek, India, minden hely, ami illetve, jónak tűnik. Illetve ami volt. Maldív-szigetek, illetve volt India. Hát mert az most már Magyarország. Most már azok nem. Az most már nem az, igen. India az Bangladesh. Igen. Hova tették Indiát? Ó, föltették Kanadához. Igen. De jó. Nagyon jó. Nagyon jó pufa egyébként az egész. Itt nem ilyen például... Az olaszokat lerakták Afrikába. Németországból arab ország lett. De várjál most például, tehát hogy India azért nagy területű ország, mondjuk nem akkora, mint Kanada, az tény, és akkor azért tették őket át oda, mert ők sokan vannak. Sokan vannak, és viszont ahhoz képest meg... Hát Kínát Oroszország fölrakták az oroszokhoz, és az oroszokat lehozták Kínába. Aha, tehát egy csere, egy gyors cserét. Igen, mert hogy tényleg egyébként az indiaiaknak nagyobb hely szükséges. És Kanada nagyobb, mint India, aha, szerintem. Igen, nagyobb. Úgyhogy azért rakta őket oda. Na, ez tök jó, ez nagyon jó. Kinek, mire van ideje? Istenem, de irigylem ezeket az embereket, nem? Hát valószínűleg generáltak valami algoritmust, azt betáplálták. És gyorsan átrakták, azt mondja, elkezdesz a nem tudom hány országot rakosgatni, hát megőszülnék. Figyeljetek, közben egyébként megtaláltam Dánia. Dánia lettünk. Dánia lettünk? A Kárpát-medencében ezen túl Dánia lesz. És a dánoknak miért nem jó ott, ahol laknak? De tényleg. Azért, mert valószínű, hogy kisebb... Területre kisebb? Ez egy Dánia nagyon pici ország, tehát valószínű az van, hogy kaptak egy nagyobbat. Bár nem hiszem, hogy ott a dán népsűrűség olyan nagyon-nagyon sok lenne. Tehát szerintem őket kisebb helyre tették, mint amekkora országuk van. Én erre fogadnék. Igen. Ugye? Kisebb. Igen. Biztos, hogy kisebb. Igen, mert a dánok viszonylag a népsűrűség viszonylag kevés. Az ország se túl nagy, még csak akkora sincs, mint Magyarország, de szerintem őket még kisebb helyre tették, igen. Tehát őket lerakhatták egy ilyen, nem tudom. De nagyon pici a helyünkre. Ja, ők jöttek a helyünkre. Azért, akkor az úgy stimmel. Szerintem akkor inkább a dánok csinálták a programot. Uh-huh. Hát, hogy ez lehet. Mi sem kellünk 93 000 négyzetkilométerre. Nem.
Tehát minket is lehet még a népsűrűség alapján még összebb tenni. Aha. Szóval akkor a malavitavi sügerek. Malavitavi sügerek? Gyönyörűek. Üsd be a Google képkeresőjébe, hogy malavitavi sügerek. Gyönyörűek. Tanganyika taviak. Hát, figyelj. Aki édesvízi halakat tart, az biztos, ha tart sügereket, akkor vagy malavitavi, vagy tanganyika tavi biztos, hogy van neki. Mert azok gyönyörűek. Hát és ezt ezen túl, ugye, hát hogyha ez esetleg megvalósulna vala, nem fog soha, akkor gyakorlatilag csak hátruccannánk oda. Másik oldalra szépen átmenik határon, azt már horgászhatnánk is. És meg is vagyunk, igen. Jóval. Na az osztrákok viszont Mexikóval és Iránnal lesznek ezentúl. Határosak. Nagyon vicces egyébként. Ausztrália megkapta Spanyolországot. Az egészet. Ők lehet, hogy most egy picit így örülnek is neki. Egyébként Ausztráliának nem tudom, mennyire fog örülni Pakisztán. Figyelj, ami a tendencia, hogy ugye Szudán ketté vált, Ukrajna felét már elfoglalták az oroszok, Ukrajna másik kicsit fele... előre szaladt az idő. Ukrajna másik fele ki akarja kiáltani a függetlenségét. Hát ezeket most már egyre jobban elfogadják, meg a nemzetközi szervezetek nem is nagyon tudnak mit csinálni. Hát most nyilván országot nem fogunk cserélni, de csomót gondolkozom azon, hogy mi van néhány helyen egy-két államon belül valaki, egy-egy népcsoport, nézem a spanyoloknál a katalánokat, ugye, bizony. Hogy egyszerűen csak kikiáltod a függetlenségedet, és onnantól kezdve nem nagyon tudnak veled mit csinálni. Hát a spanyolok és a spanyol közigazgatás most itt küzd a katalánokkal, de hogy ma a katalánok 80%-a népszabadást akar, hogy igen, ők szívesen leválnának, függetlenednének. Körülnyelk, ha ott maradna az adójuk. Minimum autonómiát kérnének. Igen, hát ez... Most ha csak Barcelonát nézed, csak a turizmusból szerintem az egész város így föltenné a kezét. Hogy nem? Melózni senkinek, nem kell gyerekek, hát gyertek, turisztok. Ők pont ezt mondják, hogy nagyon sokat adnak be a spanyol központi költségvetésbe, miközben egyébként az ország nem tudom hány százalékát meg ők hozzák, és hát ott egy spanyol, vagy egy katalára rámondott, hogy spanyol, hát az ott vége van. Tehát ne fordulj meg. Ott megölnek téged, az biztos. Tehát meg kilukod a hátad. Tehát ilyen alapon akkor egy csomó mindenki kitalálhatná, hogy ő most függetlenedik a saját országától, nem? Új kígyós leválna. Új kígyós például leválna. Á, nem, mi nem megyünk sehova. Mi szeretünk itt lenni. Nem akartunk? Nem, mert rájöttem, hogy azért úgy kicsit, nem tudom, tehát, hogy kicsik vagyunk mi ahhoz. Hú, mondjuk gyerekek, Tájföldet nagyon bírnátok. Én körbe barangoltatnálok benneteket, mert elég jól is nem az országot. Az északi tartomány, déli tartomány, a szigetek, fú, az... Azt nagyon szeretnétek. Az megvan, hát, ahogy ő vezet körbe bennünket. Na, szálljatok be a csarkba, mindjárt jövök! Mindjárt jövök, elmegyek viszont valamit. És onnan már csak egy ugrás Kambodzsa, Angkor, tehát az egész rész, Vietnám, Burma, hát ott azért vannak szép helyek. De milyen szép helyek? Sri Lanka, körbe lehetne járni, Ceylon, Sri Lanka, tele buddhista szobrokkal, onnan át Maldívra, a gyerekek, azok ott a szél, azok nem mondom, hogy egy Debrecen az nem jó hely, de... Nekik az lenne a szép. Mert nekünk, hogy már az már... Az hát már, ők, igen, az emberek viszont jönnének velünk Angkorba, meg mit tudom, én megnéznék ott a mindenféle buddhista romtemplomokat, meg hasonlókat, hát azért ott lehetne. Hát igen. Az Angkor az még nekem kimaradt, azt nagyon szeretném egyszer megnézni. Nekem már meg volt? Igen, ezt szeretem, amikor úgy mondta, hogy az Angkor az még nekem kimaradt, mintha egyébként már egy 60-70 országot bejártál volna. Kína, Dél-Kína, Szudán, Dél-Afrika, Dél-Amerika meg volt nagyjából, az Angkor még kimaradt. Hát, hagyjak meg, ott mentünk el a múltkor, érted, mellette, nem tudtunk bemenni. Gyerekek, az Angkor még valahogy kimaradt, hát igen. Hát viszont Monfenben voltunk, átmentünk. Nem rossz, Dubáj se. Kimaradt. Nem rossz, Kanada se, de Angkor valahogy kimaradt, igen. Meg az úszópiac bankokban, még az is kimaradt. Hát kimaradt még egy-két dolog. Hát igen, viszont szerintem meglehetősen sok dolog, akik pipáltam már Magyarországból, azokból ellentétben, akik már látták mondjuk Angkort, mert hogy... Nálad többet szerintem senki nem látott Magyarországon. Az biztos, de most komolyan. Rockenbauer Pali bácsi, talán. Talán, igen. Itt egy jugoszlája. Azért vannak még sokan, akik itt szeretik járni a vidéken. Hogy állunk játékkal? El is ment az idő. Kettő, mennyi van? 2-1. Vezetünk? Persze. 2-1. És nekünk. Akkor mondom, igen, Jani nyert hétfőn, te elbuktad kedden, én nyertem tegnap. Gyerekek, azt megint, hagyd nem mondjam, kirontja a statisztikát. Ne, azért most jössz, és megcsinod a harmadik pontot, hátra dőlsz, nagy király. Visszaülsz a lóra. Nagyon kéne visszajönni, már egy pónira, mert hogy ez most már hónapok óta nem vagyok a lovon. Valaki ültessen már vissza. Valaki dobja már be saját magát a közösbe, csak azért, hogy visszajön az önbizalmam. Tudod, ha már sokat kikapsz, akkor már egy idő után nincs önbizalmam. Elment a meccsútin, nincs önbizalom, egyre rosszabbul állok. Na mindegy. Szép volt tegnap a Mars. Köszönöm, Balázs. Látjátok?
Ezért nem, csinálom. Nem látjuk, uh-huh. de ugye megnézzük. Ezért beszélek róla. Ezért teremtetted az univerzum. még ha anyám is írta ezt az SMS, de köszönöm. Mondtam, ha már két ember fölnéz az égre, és azt mondja, jé, ott a Mars, gyere, kisfiam, megmutatom neked, már megérte. Tényleg érdemes megnézni, egyébként tényleg nagyon szép. Na jó, oké, nézzük meg, hogy ki az, aki jelentkezik játékra. Nyugodtan lehet arcoskodni, bátran beszólni nekünk, kihívni bennünket. Finoman szólva sebezhetőek vagyunk, nagyon finoman fogalmaztam. Hát te, mi nem a hétben, hát csak te. Akkor én finoman sebezhető vagyok az utóbbi pár hétben, ez teljesen jogos. Úgyhogy jelentkezzetek a játékra, küldjetek közlekedést, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan, 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt! Drága hallgatók, itt vagyunk 26-oson, Kazincz Barcikán, mérnek, Mazsó küldte ezt nekünk. Lavina az M5-ösön Szeged felé, most már csúszkálhattok a büntetésekbe, mindenki vigyázzon. M0-ás 55-ös Gödöllői kijárattól a hídról drága fotók készülnek. Andrew küldte nekünk trafi a Gyömrői úton. Újhegyi útnak a repülőtér felől érkezőket mérik. Ezt is kaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen, a játékosunk pedig már itt is van. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Azért. Zsuzsa. Hello. Zsuzsa. Sziasztok. Hello. A Kárász megint miért vág olyan fejet, mint a citromban rapott volna. Hát szerinted miért? Gyerekek, Zsuzsa nagyon kicsit. Mert komoly témák vannak, hát nem lehet állandóan csak a hülye röhögés a Kárászról. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello! Szia, bocs, picit ráfűzdünk a látványra. Igen, néztük. Néztük Zsuzsát, hello. Hogy hívnak? Martin. Hello, Martin. Martin, mi újság, honnan jössz minket? Éppen Tapolca felől, na, és megyek Zánkára a suliba. Nézd Zánkára a suliba. Kivel szeretné játszani? Veled, Otto. Neked csak Oti. Ha így megszólítottál simán. Oti, neked csak Oti, Otikám, amit akarsz. Az Otto az olyan hivatalos. Hát ennél én közelebb érezlek magamhoz, úgyhogy lehet az Oti. Na jó. Utána meg délután meg megyek a Szapolcai Rádióba. Na. Na, erről majd beszélünk még, ha lesz időnk. Csak játsszuk le a játékot, hogy tudod, itt játék közben beszélünk erről. Jani? 3, 2, 1, okay. Fire! Na, Martin, hello, Martin. Balázs. Szia, Martin, mondtál? Miről beszéljünk? A rádió műsorod érdekel, hogy mit csinálsz? Rádió műsor? Igen. Kíványságműsor csinálom. Most létsz 8 másodat. Ezt elnézzel. Semmi. Már nyertél, Martin. Nyertél. Nem. Ki? Igen. Nem találom a helyemet ebben a játékban, most már azért hetek óta. Hát Otto, ezt bebuktad. Oti. Nagyon is. Neked csak Oti. Oti, jó. Nem volt az rossz játék. Igen, 7 másodpercig. Látod? Gyerekek, nagy a baj. Eltűnt a sebezhetetlenségem. Igen, nem tudom, mondjad? Igen, eléggé szoros lesz így a holnapi nap. Direkt csinálta, tudod, hogy érdekes legyen még holnap, és legyen valami érdekes. Holnap úgy is kikaptok, ha most is, akkor holnap is. Mindent megteszek, hogy a hallgatóknak jó legyen, gyerekek, hogy egy kicsit izgalmasabb legyen a holnap reggel. Atya Isten, de rosszul hát játszom. Izgalmas is lesz. De mi van, ez egy ilyen rossz széria, vagy ilyenkor mi van? Igen, belekerülsz, elkap, visz. És nem tud, kész. Egyszer most megnyerem, holnap megnyerik, azt meg én visszük a hetet. Nyilván. Egyébként erre minden esélyetek. Szerzünk Balázsnak egy sportpszichológust. Valaki, gyerekek, hozzatok egy edzőt, mert ez most már nagyon nagy trauma. Milyen műsorod van egyébként? Kívánságműsor vezetek hétfőnként, délután 5-től este 7-ig. És pénteken meg szombaton ugyebár van a Club Night, és interjúkat csinálunk valóvilágosokkal. Ott akkor zenészek kell. Az jó. Ja, és csak 18 éves vagyok, azt hozzáteszem, szóval azért sokkal lekedőzlek titeket. Mit csinálsz? Le? Hát 18 évesen? Mikor rádióztál te, Balázs? 18 évesen? Hát figyelj, 18 évesen még nem. Na látod. Igen. De önbizalom az van. Igen, majd 10 év múlva terjünk el. Igen. Mikor rádióztál te 18 évesen, Otikán? Erre mondják, tudod, higula szakma. Ó, hát nem fog, én nem fogok higulani. Hát reméljük, hát drukkolunk neked. Hát ez hamarosan. Igen, jössz a helyünkre? Azt mondod? Azért hát, egyébként, hogy ilyen korán elkezdted a rádiózást, mert utána majd még egy csomó időd lesz arra, hogy más pályát találj magadnak. Igen, bizonyos. Ha ez nem jön össze. Igen. Na jó van, küldjük az ajándékcsomagot, megérdemled. Oké, köszi szépen. Jó? Köszönöm. Ciao. Hello. Szia. Hello.
Hát gyerekek, bocs, nem tudom, mi van. Tényleg, csak az érdeklődés miatt, hogy holnap még hallgassák. Nem tudom, mi van. Fekete fehéret. Na, megyek sírni egy kicsit. 5 perc van pontosan, 7 óra, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk minden hallgatónak. Hello, Jani, hello, Feri, hello, hello, jó reggelt. Hello, itt vagyunk. Trafi az M2-esen a Gödi lehajtónál, a bokor mögött vannak. Nem szép dolog. Misi írta nekünk, a fehérvári ne parkoljon senki a kis Tesco előtt, a felújítások miatt tilos parkolni, szórják a kerékbilincseket, ezt Szala küldte nekünk. Ezt sose fogom megérteni. Rossz helyen állsz, még rohadjál is ott meg, nem? Igen, ugye? Tehát még el se tudj menni. Még soha ne is tudjál menni. Akár ez a forgalom, nem vagy. Kapsz egy kerékbilincset. Úgy neked ott dögölje meg a kerékbilincsel együtt. Ha már rossz helyre álltál, ott is halljál meg. Hihetetlen. A 2A-n Hont felé a Kosdi felhajtón állnak a rendőrök. Pest felől a bokrok miatt nem látszanak. Vigyázzatok, ez szerintem az M2-2-ház valószínűleg ugyanaz. Misi után Jani is elküldte nekünk. Budakeszi úton lassú a haladás, kékruhás suszterek munkálkodnak, javítják a sérült költségvetést. A suszter maradjon annál a fánál, amelyiket kapta, küldte nekünk István. Ajaj. Igen, a szokásos budakeszi István, így van, én csak így hívom. M3-as 193-as kilométer Nyíregyháza felé sasok lesnek, és mérnek a Gyömrőin a gyorsforgalmi felüljárója alól, úgyhogy ott is mindenki menjen lassabban. Illetve még egy utolsó, gyerekek, Debrecen belvárosában nem működnek a közlekedési jelzőlámpák. Hol van a kedves kékruhás ember? Puszi, Mea. Aztán, hát fiatal játékosunk megosztotta hallgatóinkat. Egy-két SMS, hú, ennek a csávónak van arca nem kicsi. Nyilván még a marzsot is kitakarja. Írja egy másik hallgató, ezek után gondolom, milyen mélyen szántó beszélgetések folyhatnak a villalakókkal. Üdv, Kármi. Nekem nagyon tetszett, írja egy másik hallgató, hogy ez a 18 éves fiú milyen magabiztos volt, hasonló korú 17-19 éves fiaim vannak, és látom a baráti körükben, mennyi önértékelési zavarral küzdő fiatal van. Zenikő küldte nekünk, hogy mindenki máshogy reagálta. Valóban kicsit nagy szájú hallgatónkra, de pláne ebben a szakmában, meg ebben a korban lehet egy kicsit arcoskodni. És én 18 évesen bekerültem volna egy reggeli rádió műsorba, biztos én is nagyon próbáltam volna arcoskodni, érted? Hát ha kiszúrnak, vagy felfedeznek, vagy mit tudom én. 18 évesen, mikor voltam én 18 éves? Mondjuk 20-97-ben, 95-ben. Milyen rádió műsorok voltak 95-ben? Bocsiak, voltak már 95-ben? Persze, bőven. Igen? Bőven, igen. 95-ben már ment a Danubius. Danubius ment már? Bőven. A Danubius bőven ment, csak hogy volt már reggeli műsor 95-ben? Biztosak vagytok ti abban? Ezt Anna meg tudnám mondani, ő melózott velük együtt. 1995-ben. Ő én már 1876-ban is melózott. Volt. A 98-ban adták el a rádiót, 95-ben dübörgött a cappuccino. Igen? Igen. Aha. Bizony. Na, most betelefonáltam volna reggel, 18 évesen. Hello, srácok! Azért Lajos, biztos, hogy elosztottam volna. De megpróbálsz, tehát ezzel nincs baj, ha valaki igen, kicsit szemtelen. Persze. Ez egyáltalán nem baj. Szemtelen volt, aranyos ez kell. Volt. Persze. Lajos, mit csináltál te 18 évesen? És a Lajos így kutakodott volna az emlékeik közt. Hát, azt partra szálltam. Az őszi rózsás forradat. Partra szálltam a D-napnál. De biztos lehetett volna osztani őket. Szóval az ilyen típusú kis csipkelődéssel nekünk egyébként nincs bajunk, ha egy hallgató kicsit szemtelen, mert itt írják, hogy miért nem osztottuk ki meg. Dehogy is, ez kell. Inkább ilyen legyen, én azt mondom, egy fiatal, nem? Szóval betelefonálni egy reggeli rádió műsorba, és kicsit ott megcsipkedni a műsorvezetőket, az a nincs baj. Jó ez, de azért majd csörögjetek össze 10 év múlva, hogy ki hol van. Igen. Mi lett veled? Hát drukkolunk neki. Trafi az M3-oson a 106-osnál, mondtam? Nem mondtam. Na, és egy-két marsos SMS. Nem tudom kihagyni, ne haragudjatok. Nem, hát kell is egyébként nagyon. Szerintem. Meg ennél közel mikor lesz? Még jön. Most és utána igen, még percenként. Utána 2016. 2016, és percenként valami 900 kilométerrel közeledik. Úgyhogy egészen gyorsan jön. Jó reggelt! Bali, szeretném megköszönni a tegnap esti hatalmas élményemet a Vörös Bolygóval. Szerintem csodaszép látvány volt. Köszi Balázs, írta Göndi. Bali, nézhettünk volna együtt a Vörös Marsot, utána ehettünk volna egy barna marsot, majd utána a füledbe súgtam volna a mars az ágyba. Laci. Bali, fél négykor indultam, 2 órát mentem délnek a marsot figyelve, a horvát határon fordultam meg, pedig Győrbe készültem. Köszi. A mi Laci küldte ezt nekünk. És ő meg is találta, vagy csak kereste? Ő csak kereste, de valószínűleg nem jutott el odáig. Szóval, az emberek elkezdték az eget fürkészni. Tehát
tegnapi kis összenet az... Hiszen már két ilyen tartalmú SMS is érkezett. Amikor meg én beszélek a 4-es metről, akkor persze, popsinyaló vagyok, meg mennyit fizettek, meg izé. Ér, és neked mennyit fizetett a planetárium? Igen, mennyit fizetett a Mars? Ma már tiszta idő lesz este, úgyhogy ma is lehet böngészni. Na, éppen megyek haza melóba, a gyerekek ma nagyon grafománok a hallgatóink, úgyhogy... Ja, azt hittem, nézem az órát, mondom, hogy picit, ezt így eltájoltad, de... Hello Morning Show, éppen megyek haza a melóból, Londonból, imádlak titeket, csak így tovább, szép napot kívánok. Egy élőképes webcam megoldás azért már jó lenne, biztos sokan nézzenek titeket, üdv Attila. Teljesen tudatosan nem rakunk mi webkamerát egyébként. Mit? Csinálnak egy ilyen... tényleg nem csinálunk egyszer egy közönség találkozót az éteren keresztül? Fél óra, hogy mindenki azt kérdez, amit akar. És mindenki válaszol. De? Lehet. Az összes szakmai dolgot, miért van ennyi hírek, miért beszélsz te annyit, és én ennyit, miért én olvasom az SMS-eket, és nem a Feri, miért a Jani jön be és szól valamiért, miért így van közben a kereskedelmi tévére. Minden megkérdezhetek. A cipője volt látható a képen. Minden megkérdezhetek a műsorra kapcsolatban, miért nincs webcam például itt bent, és lenne egy ilyen közönség fél mikor óra. Gyártották ezeket a laptopokat? Nem akarunk egy ilyet csinálni? De lehet, nekem tetszene. És megkérdetjük, hogy minden hónap, mit tudom én, utolsó péntekén, de nem csak a rádióműsorral kapcsolatban, hanem közéleti dolgok kapcsolatban kérdezhetnének politizálni, ugye mi nem politizálunk, tehát azon kívül bármiféle kérdésre válaszolunk, és lenne egy minden, mit tudom én, a hónap utolsó péntekében. 9-től fél 10-ig. Már tudják, és már jönnének a hallgatók. És hozzád szóló kérdés, minden. De az élet nagy dolgairól a véleményedet megkérdezni, tanácsot adhatnának, és egy ilyen a Morning Show rendel. Találkozz a műsorvezetőkkel, kicsit test közelből. Ugye, mert hogy közlekedési híreket olvasunk meg egy-két SMS, de közben azért naponta sok-sok SMS jön be, amit kérdeznek tőlünk dolgokat, megpróbálnak közelebb jutni valahogy hozzánk. Egyébként, tehát, hogyha nagyon van egy személyes kérdés, amely valamelyikünknek szól, és tényleg úgy érezzük, hogy az fontos, vagy annak az embernek nagyon fontos az, hogy megkapja a kérdésére a választ, akkor általában vissza szoktunk csörögni, de nagyon sok embernek nem tudunk. És lenne mindig egy ilyen... Egy ilyen találkoz a műsorra. Egy csetszoba. Tessék? Egy csetszoba, de havi egyszer. Ez tök király lenne. Nekem az nagyon tetszik, valamelyik bulvárlapnak van egy ilyen, és utána azt általában a nyomtatásban is meg szokták jelentetni, és nekem az nagyon bejött. Egy tök őszinte kérdések, őszinte válaszok, vagy nem válaszolsz. Hát mi is voltunk leválogatott kérdések az jó is volt. Igen, mi is voltunk bent egyszer. Na most azért azok leválogatott kérdések. Tehát, hogy ugye nyilván amelyiket megválaszolja, az bekerül az újságba, amelyik azt, hogy nem válaszolja, meg az nem kerül be. Tehát, hogy az élőben azért ez kicsit más, hogy jön egy kérdés, és ott egyből válaszolnod kell, bár mi is nyilván az SMS-ek között tudnánk szelektálni. Hm? Egy ilyet. De be is lehet telefonálni, nem? Be is lehet telefonálni, és két havonta egyszer. Fél óráig mindenki azt kérdez, amit akar. Nekem ez tetszene. Abszolút. Ugye? Az interjúkat alapvetően utálom, de ez ilyen jellegű interjúkat, amikor a hallgatók kérdeznek, ezeket meg szeretem. Mert szeretek csacsogni. Igen, hát te nagy trécselő vagy. Igen. Na, egy érdekes hír látott napvilágot, és kíváncsiak vagyunk, hogy a hazai érintettek mit szólnak, mert egy nagyon nagy vihart kavart egy kínai tematikus park, amelyben törpék szórakoztatják a turistákat. Tehát a kis növésű emberek? Kis emberek. Arra gondolsz? Kis emberek? Törpék. Kis emberek. Ne, ők a kis emberek. Kis emberek. És akkor én most megint pokorra kerülök. Nem így mondod. Így mondod, hogy kis ember? Kis növésű, mély növésű, alacsony növésű? Mert én azt mondom, hogy törpe, de hogy én már kíváncsi vagyok. Mindenki azt mondja. Igen, szerintem is mindenki ezt mondja. De hogyha majd betelefonál valaki, aki mondjuk kis növésű, az ő mit mond magáról? Ők a kis embert szeretik. A kis ember? Igen. Én is dolgoztam egyszer egyel, és akkor én meg is kérdeztem, hogy hát nyilván mindenki törpézik téged, és hogy nehogy mi a hivatalos. Azt mondta, hogy mondjad, óriás. Mondjad, vegyél föl a válladra, lépjél hármat. Tére Fehérváron kell lennem. Mondjad, gólem. És ő mondta, hogy kis ember. Nagy ember, szólíts kis embernek. Oké, nézzük, mi van a cikkben, aztán majd eldöntjük, hogy hívja őket. Törpék szórakoztatják a turistákat, így szól a cikk. Kitalálóit azzal vádolják, hogy megalázzák a kis embereket, a mínivésőeket, az apró embereket. Az apró emberek azonban boldogok a kis emberek királyságában, mert hogy erről szól a tematikus park. 141 törpe férfi és nő dolgozik a kínai Kuming városában, kis emberek királysága nevű tematikus parkban.
fölépítettek egy ilyen kis parkocskát, ahol vannak katonák, vannak uralkodók, vannak szolgák, és az Apraja falva lakóit nézhetik meg a turisták, hogy hogy éldegélnek. És ők eljátszanak ott bizonyos dolgokat, havonta 30 és 74 ezer forintnyi összeget keresnek mutatványosként. A királyság uralkodója pedig egy hónapban 111 ezer forintot kap az uralkodásáért. Szerintem ez egy jó dolog. Kétszer kell kijönniük. Aha. Egyszer délelőtt 11-kor van egy show, és aztán 3:30-kor. A gombaházból előjön a hercegnő, katonák, jedik, vagy pillangóknak a öltözött kis emberek érkeznek meg. Lehet választani, de nem minden jedi csak jól. Igen. És elkezdik a show-t. Hogy ezen kiháborodik fölé, ezt egyáltalán nem értem. Én sem értem. Már csak azért sem, mert nyilván önkéntes a buli. Tehát nem úgy van, hogy ez a csávó, aki a park elmegy túszul ejteni az összes törpét Kínában, oda hozza őket, hanem úgy az van, hogy hirdetés, gyerekek, meló van, ennyit lehet vele keresni, be kell öldözni pillangónak vagy jedinek, nem? Én hát soha nem értettem azt, és megmondom őszintén, hogy tényleg irritális, amikor valaki ombudsmankodik úgy, hogy gyakorlatilag nem kéri rá senki, és igazából nem is érdekli annak az embernek a véleménye, akinek éppen az érdekeit képviseli. Tehát, hogyha ezek a kis emberek azt mondják, hogy tök jól érzik magukat ott, akkor ne jöjjön már valaki, és nem mondja már meg helyettük azt, hogy nekik most ez jó vagy nem jó. Ők szemmel láthatóan jól érzik ott magukat. Akkor nekik ez jó. Ők ott is élnek. És csak ők számítanak. Csak bejárnak, nem, hát ők csak bejárnak dolgozni. Tehát itt nem arról van szó, hogy egyfajta Truman Show be vannak kamerázva, és akkor minden irányítottan történik. Otthon nem kis embere? Tessék? Hát én nem tudom, de ők szerintem ők ennek örülnek, hogy valahol ők hasznosak lehetnek. Persze. Nem? Tehát itt mindig az van, hogy azok, akik egyébként nem mélynővésűek, eldöntik, hogy ezzel megalázzák a mélynővésűeket. Nem? Vagy például a kis embereket, vagy a törpéket, vagy hívjuk őket bárhogy. Engem azért az érdekel, hogy ők hogy látnak minket. Egyáltalán hogy definiálják saját magukat? Tehát gondold el, egy olyan világban élsz, ahol mindenki egy másfél méteren magasabb, mint te. Most gondolj bele egy pillanatra, hogy mész az utcán és másfél méterrel, vagy egy méterrel, vagy mondjuk 1,50-nel mindenki magasabb. Lemész metrózni. Fölszállsz a tömegközlekedése. Hogy azért mennyire más perspektíva, nem? Amiben egy bele se tudunk gondolni. És minden az ő méretükre van csinálva. A nagyokra. Igen. Ugye? Tehát igen. Ha te törpe vagy, akkor látsz magadnál másfél méterrel nagyobb embereket, és az egész világ az ő képükre van alakítva. Tehát nem neked minden neki. Óriás. Nem egyszerű neki. Mondjuk sok esetben ők, mit tudom én, a cirkuszi szakmába, mutatványos szakmába mennek el, és ott meg ugye teljesen természetes, hogy vannak ilyen alacsony növésű, kis növésű emberkék is. És ott az a közeg sokkal, de sokkal befogadóbb, de a hétköznapokban nekik nagyon nehéz civil munkát találni. De most gondold el, én vagyok 1,80. És mindenki körülöttem 2,50 lenne. De mindenki. Te vagy mondjuk 1,70 vagy 1,90, és lenne egy 3. Nem vagyok, 1,65. 1,65. Hát kicsit most, na, de értek, sok. Hát most hát mi a hazudja? Hát jó, nem leszek magasabb. Hát de most egy kicsit fényeztelek. Kicsit rátettem, na hát most. Mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy a magasság az egy adottság, nem érdem. Hát így van, persze. Sokan kezelik úgy, mint hogy érdem lenne, pedig hát nem az, srácok. De Jó, ne szívj föl magad. Ne húzd föl magad. De mondjuk mindenki 3 méter lenne. Most gondold el. És mindenki lefele néz rád, abban már van egy ilyen, diszkomfort érzet, nem? Például hogy vezetsz? Vagy hogy választasz párt? Hasonlót? Valószínű hasonlót. Nem? Van olyan. Van olyan is, meg van amolyan is. Amikor mi 5 évvel ezelőtt forgattuk a méltán népszerű kulturális vetékedő műsort, az Ezek megőrülteket, ott nekünk volt egy mélynövés, kisnövésünk, egy törpénk, a Martin, aki sajnos már nincs velünk, de egy tündér csávó volt, ő csak normál méretű nőkkel kezdett, állítólag a legnagyobb kaland volt Martin az ágyban, neki volt halál komolyan, csak... Tehát ő mindig rendes 170 centis nőket választott magának, és járt rendes munkahelyre, bejárt dolgozni, ott a falujában vagy a környékén valahol, vezetett, autót vezetett, és nagyon csodálatosan élte az életét. Na most az, hogy ő olyan nőt választ, az oké. Okay. De hogy a nő miért? De a nőnél egy kicsit fura. Ha, ugye? Hand. Tehát ott azért, ugye, mert hasonlót választ általában, nem? Hát igen. De most azért mondjuk ki, hogy ugye, hát azért ez elég fura. A törődés a lényeg. Igen. Tehát, hogyha azt a törődést megkapja a kis embertől, igen, a nő, amit egyébként más hagyományos vagy hétköznapi paraméterű férfiaktól addig nem kapott meg, akkor szerintem nekik mindegy. Hmm. A szerelembak. Hát most ugye a Trónok harcában is van egy kis zseniális. Hát és szerintem annyi nőt kap el, mint egyébként senki.
Tyrion, igen, a legnagyobb király. Kíváncsi. Az egyik kedvencem a Trónok harcából. Óriási forma. Valószínűleg kíváncsi vagy, hogy mi lehet. És szerintem a az. A kis Tyrion az. Oda, és a sorozatban is, igen. Na, van nekünk egy ismerősünk, akivel mi már forgattunk, ugye, ismerjük személyesen egymást. Gábor, hello Gábor, jó reggelt kívánunk neked. Szia, jó reggelt, sziasztok. Szia, hello, jó reggelt. Figyelj, egyből definiáljuk a dolgot, hogy mit mondotok ti magatokról? Vagy például azt mondom, hogy Törpeti, azon megsértődtök? Hát nem megsértődünk, tehát egy kicsit lehet, hogy rosszul esik nekünk, de inkább kisember, ahogy ma hallgattalak titeket, ilyen kisembernek mondjuk magunkkal. Tehát jó, vannak alacsonyabb, tehát többen vagyunk, vannak elég kicsit, mint a szegény Martin. Ugye én ismertem, nagyon-nagyon szerettem, és tényleg egy szívlélek emberke volt. Tehát inkább azt mondom, hogy kisember. Kisember. Az egy jó, reális dolog. Te most hány centi vagy, Gábor? Én 1.38. 1.38. Aha. Na, és amikor például ezt elolvasod, ezt a kínai hírt, akkor az nyilván baromság, hogy ezen emberek felháborodnak, hogy ott megalázzák a hozzád hasonlókat, nem? Igen, felháborod egy kicsit, tehát különleges emberkék vagyunk, ugye, belőlünk nincs olyan rengeteg, és ugye nehéz elhelyezkedni bármilyen munkába is, mert ugye most, ha nehezet kell emelni, nem mindenki tud nehezet emelni, vagy mondjuk odaraknak egy targonca mellé, hogy vezess, tehát ugye nem biztos, hogy eléred. Tehát vannak ennek hátrányai és erőnyei is ennek a kis emberségnek. És ha kapsz egy ilyen lehetőséget, hogy tudod szórakoztatni az embereket, meg valami jót is teszel ebben, akkor az egy, szerintem egy előny is az embernek ez a testmagasság, tehát, hogy mondjam, és ki kell használni, ha okosan tudod használni, akkor ez már egy nagy előny a számodra. Figyelj, én megkérdezek egy csomó mindent, amit nyilván az emberek megkérdeznének, hogy te kisebben is születtél, vagy van egy pont, amikor mondták neked, hogy emlékszel arra, hogy 4-5 évesen azonos méretű voltál, mint a társaid, és aztán azt mondták, hogy figyelj, hát az a helyzet, és emlékszel még arra, hogy elmondták neked, mint a szüleid, hogy nem fogsz tovább nőni, te ekkora maradsz. Igen, ezt normálisan elkezdtem nőni, és utána megállapították a genetikusok, hogy hát sajnos nem fog olyan nagy ember kell lenni, mint a többiek. Ezt vagy elfogadod, vagy így élsz vele, vagy pedig bezárkózol, és azt mondod, hogy akkor nem megyek sehová, inkább akkor kivonom magam a közéletből, de ezt nem szabad csinálni, hanem harcolni kell, mert ugyanolyan emberek vagyunk, mint a többiek, jó, hogy kisebbek vagyunk, meg minden, de attól függ, hogy veszed föl ezt a kérdést. Hát nyilván mindenkinek a lelki beállítottságától függ, így van, ez így persze. Van. És persze. Nem szabad, figyelj, azt szokták mondani, jóból keveset adnak, és minket a jó Isten. Én is mondom magamra az zuhanyzás közben, amikor lenézem. Igen, hogy a párja nem mondja. Igen, én is zuhanyzom, és mindig ezzel, mert föl van írva a tükörre. Mikor bepárásodik a fürdőszoba, mindig kijön a felirat. Jóból keveset adnak, ne aggódj, Bami. Én is mindig ezt szoktam mondani. Figyelj, ne aggódj, hogy a keveset adnak. Ne bánkodj elő, csak ilyen kicsi vagyok hozzád, képes bakker. De vannak az embernek előnye is ebből, tehát. Na mondj egy előnyt például azon kívül, hogy mondjuk hívnak bizonyos filmforgatásokra, meg el tudsz játszani bizonyos szerepeket, mint például a Trónok harcában, ugye most Tyrionnak, egyébként egy baromi híres brit színész, de hogy milyen előnyeit érezted, vagy mikor érezted azt, hogy ez mondjuk előnnyel jár? Úgy mondván, hát ilyen forgatásokra elvisznek, tehát különösebb embereket találkozol, meg azért nem minden nap kerülsz olyan emberekkel kapcsolatban, mint ti is, meg ilyen mondjuk filmsztárokkal, akárhova elhívnak ilyen forgatásokra. Ez is egy jó dolog. Nem mindig a rossz oldalát kell venni. Vannak sajnos olyan szituációk, amikor azt mondanak emberek dolgokat, az egyik füleden, de a másikon ki. Nem szabad fölvenni, mert fölveszed, az még rosszabb. És ha nem úgy foglalkozol vele, az emberek is utána, tehát nem fognak úgy szekálni, vagy cikizni téged. Hát meg ezek a beszólogatós emberek, igen, ezek olyanok, nem hogy valami nagyon hiányzik az ő életükből, hogyha így ez van. A legnagyobb dolog, amire tudnak központosítani, hogy ők milyen magasak hozzád képest. Minden úgy elmehet, csajozni is lehet. Na, ezt akarom kérdezni, hogy például te a hétköznapi csajok közül választasz, mert a Martiról hallottuk állítólagosan, igen, hogy kis cséphadaró volt. Szerette ezt. Hogy csajozol, vagy kik közül választasz?
figyelj, én nekem mindig magas barátnőm volt. Komolyan? Alacsony barátnőm. Igen, igen, és figyelj, ha jó a szöveged, ha bírnak téged, ugye, mert különleges vagy, ha mész akár. Jaj, de aranyos, hogy egy fotó. Hát mi, tudod, ilyen jó magasságú fotó. Jaj, egy fotó, már ott vagy mellette, hopp már. Igen, és ezt ki kell használni, és akkor még a többiek, de jó neked, de cserélnek ilyenkor veled. Tudod, jó puha párnára, oda rakod a fejedet, az már egy jó dolog. Aha, tehát hogy akkor te is, tehát hogy ezt akkor bírják a csajok, úgy látszik, hát ezzel nincsen attól függ, hogy veszed élet, ha jó dumád van, meg mindenkor bírják nagyon. Figyelj, hát akkor már hadd kérdezem meg, hogy kis ember, már nagy bottal, tehát ezt nem hagyhatjuk. Minden rendben az alsó házban. Igaz a legenda, mert én Janival fürödtem együtt, részemről igaz. Tudom igazolni. Jani nagyon jó barát, nehogy. Így van. Tehát, hogy igaz a legenda. Na, ahol elvett, ott ugye ad is. Te hogy vezetsz például? Meg vannak hosszabbítva a pedálok, vagy vezetsz egyáltalán? Vezetek persze, régóta van jogosítvány, mert mondjuk ha utazol is rengeteget, hát muszáj kocsiba menni, és néha meg vannak lepődve az embernek van egy nagy autója, tehát kiszállsz belőle, és akkor úristen, te hogy vele, és akkor mindenki megnézheted, és akkor csodálkoznak, tudod, hogy nincs meg hosszabbítva, mondjuk nálam a pedál, csak a ülés van előre húzva, ennyi. Jaj, te csak előre húzod az ülést. Igen, mellett majd is, hogy a pedálon ilyen rúdak vannak. És igen, akkor... igen, megvannak. Valakinek megvan, attól függ, hogy milyen magas vagy. Mondjuk neked inkább akkor motoroznod kellene, nem? Hát ott fölpattansz egy jó kis 900-assal, egy kis ülteted motorát. Igen, meg lehet mindent oldani. Én motoroztam is, volt egy kis robogom, tehát mindent meg lehet oldani. Figyelj, kamionnal is van jogsimat is leraktam. Kamionra? Tehát, igen. Az kemény. Nem? Hát ezért... Kipattansz te egy nagy kamionba. Mondjuk azért ott nézek, hogy a nyerges, finoman tolatsz egyet a nyergesen, az mondjuk érdekes. Figyelj, és te mit tudsz arról, hogyha például te neked lenne egy normál magasságú barátnőd, és neked gyereket születne, akkor mit mondtak valamit, hogy ezzel foglalkoztatod, hogy akkor a dős visnövésű lenne, apró növésű lenne, vagy normális? Erről beszélgettetek már, vagy ezt megkérdezted? Igen, a genetikán változó. Ismerek olyan, van egy nagyon jó barátom, akinek mondjuk van kosárlabdás a felesége. És nekik normális gyerekük van. És ők is artisták. Mondjuk a lány az 2 méter fölött van, a srác meg 1,50 körül. Tök jól néznek ki, hallod. Most olvasom, a világ legmagasabb ember az 251 centi. Ő egy török férfi. Azért ott kilóksz a repülőn, amikor ülsz, nem? Igen. Hát, így van. Nekünk még az kényelmes. Legyezős, üljön le, kérem, üljön le. Nem, üljön már le. De nem érti, hogy ülök. 251 centi. Hogy azért az a másik hát, vége. Igen. Hát nehéz neki ruhát venni. Nekünk mondjuk a miénkből vágnak le, érted, neki azért csináltatni, az azért durva. Hát persze, nyilván az se egy könnyű. De jó, mert bemész egy boltba vásárolni, próbálgatsz ruhákat, és az eladósok jönnek oda, segítenek minden, és mosolyognak, aranyosak. Aha. Tehát nem volt még abból se kellemetlenség, hanem ha jól veszed, több poénkodsz velük, akkor szuperek. Aha, tehát nincs ilyen típusú, vagy nem érzed ezt a fajta előítéletet? Nem szabad éreztetni, nem, mert én nem éreztettem soha, és másképp veszik fel az ember, tudod? Aha. A hozzáállásod, hogy milyen. És a lakásod például hogy néz ki? Tehát, hogy nyilván minden ki van alakítva, de hogyha például én oda bemennék, akkor egy egészen más típusú lakás? Hát máshol van nyilván a mosogató, máshogy pakolsz, máshogy emelsz ki dolgokat, nem? Vagy ugyanolyan is? Ne, én megmondom őszintén, vannak akiknél meg van csinálva. Nálam nem, én szeretek mindent ugyanúgy. Jó, hozok egy céget, fölállok rá, aztán lepakolok, amit le akarok, vagy létrán fölmászok. Én engem szerintem zavarna, nem? Hogyha jönnek a barátaim is, mindenkinek ott van a normális helyen. Tehát, hogy te inkább normálisan élsz, és akkor fölmászol, vagy létrehozol, széket hozol. Meg lehet mindent oldani. Hát meg egy kis torna is. Gábornak egyébként, hogyha valaki esetleg nem ismerni, vagy nem tudná beazonos, hogy ez elég komoly fizikuma van, amire teljes képest, úgyhogy kell is így pluszban még a mozgás. Igen, téged lehet látni most az egyik ilyen internetes lap hirdetésében. Igen, ugye? Igen. És vannak érdekes sztorik így az emberekkel, hallod, inkább jók meglátnak, volt olyan, hogy oda a sát, hogy figyelj, fotót szeretnék veled, letérdeletek, mert egy magas srác, mondom, térdeljél, csináltunk fotót, minden barátnél, én is szeretnék veled, mondom, de te nem fogsz letérdelni. Azt mondom, srác, az csak nálam szokott letérdelni. Mondom, nem vagyok ki, jó, hagyjátok meg. De egyébként szerintem az nagyon sokat segít, hogy te alapvetően egy pozitív ember vagy. Rajtad látszik az, hogy jól érzed magad a bőrödben. Mosolygós vagy, kedves vagy, közvetlen vagy. Hát nyilván az emberek ezt is értékeli.
Persze. Figyelj, úgy kell fölvenni dolgokat. Mindenki szerintem, ahogy hozzáll a dolgokhoz, az úgy oszta meg a napi életét. Ha már úgy mész ki, hogy ó, most ekkora vagyok, ez most mi lesz, most minden, nem szabad így hozzáállni a dolgokhoz. Hát ez egy nyilván változtatni nem lehet, persze. Persze, így el kell fogadni, és ha szeretnek a többiek is, elfogadják ugyanígy, hogy milyen vagy. Azt szeretitek, hogyha segítséget nyújtanak nektek? Vagy azt köszönitek, nem kértek belőle, megoldjátok ti a kis életeteket? Hát változó, van aki jobban elfogadja, aha, van aki nem, van aki a kellemetlen, tudod, esetleg megkérne a boltba valakit, hogy vegyed már le a boltba. Én azt szoktam, hogy fölmászok, engem nem tudom. Tényleg? De hozol két sörös rekeszt, és felmászol a legtetejére, hogy hozol egy létrát oda, vagy hogy? Engem nem zavar, hogy a boltokon fölépek. Maximum jön le minden. És akkor sétálsz valahol a tetyóba, és mint amit meglátod fölül, nem tudom, és fölmászol a polcra? Igen. Hát ezt mondjuk, ez elég egyéni megoldat. De miért nem jó segítséget kérni, vagy nem jó érzés, vagy miért? De vannak, hogy segítenek, tehát meg tudod oldani, most akkor megoldod. És mondjuk egy tömött diszkóba, amikor ott a lábak között ugye közlekedsz, akkor sincsen ilyen fura biztonságérzeted? Vagy pont ez az, ami hiányzik? Nincs ilyen? Vagy ezeket nyilván megszokod, meg az ember így nő föl, akkor ehhez hozzászokik. De például, mint egy koncerten, ahol van mondjuk a Hősök terén 100 000 ember, és akkor ott próbálsz ott a lábak között előre menni, vagy az első sorba, akkor se fura? Vagy... Hát változó. Figyelj, van, amikor mész, így néznek, hogy ki vagy valami, és van, amikor csinálnak, hát figyelj, menj már, vagy ha dolgozok, akkor meg, ugye, ha esetleg ilyen helyeken dolgozok, akkor meg úgyis. Aha. Ilyen kigyúrt emberek vannak mellett, aztán visznek. Yeah. Akkor meg fölkapnak és visznek. Aha. Na jó van. Oké, Gábor, örülök, hogy beszéltünk. Köszönjük szépen. Vigyázz magadra! További szép napot nektek! Köszi, ciao. Hello. Sziasztok! Hello. Na, érdekes, nem? Jó, ő mondjuk nagyon jó veszi az egészet. Hát szerintem ebben az esetben ez az egy megoldás, a jó megoldás, nem? Hogy azt mondod, hogy ezt a testet kaptad, akkor ezzel próbálsz együtt élni. És mint hallottuk, nem is rosszul. és nem is rosszul, igen. Van egy friss közlekedés hírünk, a 4-es elkerülő E357-es úton fehér vagonerből mérnek Debrecennél. Ezt Sesták küldte nekünk, 7:30 pontosan 6 perccel. Óvén bácsira, Beru nénire lehet jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 múlt pontosan 4 perccel, hello, mindenkinek itt vagyunk. M1, M7-es közös szakaszán pont mögöttem koccanás, lehet, hogy dugó lesz. Kaptuk SMS-ben, trafi van a 8-as úton, a Veszprémbe felé vezető oldalon, Hajmáskér felől, méghozzá bevezető szakaszon, ezt metrós Imi üzeni nekünk, és az 51-esen mérnek a Bugyi elágazás előtt, Dunaharasztitól egészen Taksonyig. Ezt Gabesz üzente, mi pedig valakivel már is játszunk. Óvén bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óvén bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Még nem. Ja. Egyeztettek. De reggel van. Zsuska. Ja, igen. Hello, Zsuska, jó reggel. Sziasztok, Zsuzsi vagyok. Hello, Zsuzsi, mi újság? Hát, tök izgulok, mindjárt kiugrik a pici szívem. Na, igen. Na. Első játékunk? Nem, már játszottunk, csak akkor nem sikerült, és most tök szeretnék nyerni. Honnan hívsz minket, Zsuzsi? Tatabányáról. Aha, még otthon? Ahogy hallom, inkább. Igen, még itthon vagyok, majd délutánra megyek dolgozni. Mit csinálsz, hogy délután kell menned? Hát ilyen az átviteli kábeleket szerelünk. Hoppá. És akkor van délutáni műszak, meg esti műszak? Igen. Aha. Hát reggel, meg délután van. És most egyedül vagy, ott van a férjed, barátod, pasid, szeretőd? Hát most egyedül vagyok. Most egyedül vagyok. Már mind a három elment. Már mind a három elment, igen. Igen, gyorsan mindenki kiraktam, hogy ne zavarjanak. Egyedül. Az egy magányos érzés. Mi hárman plusz a hallgatók, te ott egy kis lakásban egyedül, senki nem segít, nem? Hát ez nem egy egyszerű élet. Hát igen. Mit játszottunk, amikor nem sikerült? Mi nem sikerült hárma ez? Hármaszugrást. És nem adott a boom, vagy megálltál, és vagy nem tudtam? Hát nem sikerült a második kérdés. Aha. Na meglátjuk, hát ha most, jó? Figyelj! Jó, okay. Mutatjuk Óvén bácsi, Beru néni, mit csinál. Fogy az idejük. Ajajajajaj. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Jézusom. Hányszor hallom ezt nő szájában? Ja, imádlak titeket, és az Anna is egy tünemény, komolyan mondom. Nagyon ügyi vagy, tényleg, megvan az ajándékcsomag. Köszönöm, köszönöm.
Ja, lehetek még egy kicsit pofátlan? Nem. Hát, attól függ, mennyire. Igen? Szeretnék egy dedikált képet rólatok, jó? Azt majd a turnén, ha megyünk májusban, jó? Jó. Jó. De Tatabányára okay. Nem megyünk, de... Tatabányára nem megyünk, de megyünk. De Pécsre, igen. Ha átszaladsz, lesz kép. És tényleg Tatabányára nem szeretnétek jönni? Most tavasszal nincs betervezve Tatabánya. De majd, ha legközebb szerveztek egy turnét, akkor gondoljatok ránk is, jó? Jó, jó, jó. Ahogy megvannak a turnéhelyszínek, mondjuk, most még nem mondunk semmit. Jó? Jó, de okay. Azért nem írjuk alá, mert a hármas ugrásban vannak ajándékok, amiket aláírom. Tudom, csak ott ugye nem sikerült, aztán gondoltam, most kicsit pitizek nektek hátra. Na, hát ha azt is megnyered, akkor azt aláírjuk, vagy ha találkozunk, akkor személyesen, jó? Jó, oké, jó, köszönöm szépen, puszillak titeket, köszi. Zsuzska, hello, puszi, ciao, köszönjük szépen, hello, hello. Na, ügyes volt. Nagyon ügyes volt. Milyen szépen örült. Igen. Gyerekekben a szájba sincsen több nagyon, nem? Ennyi volt. Mondjuk egy ilyen dalt kell megcsinálni, bocsánat, és milliárdos igen. Vagy, tehát hogy megvagy. Jó, nem kell többet, igen. Nem csak tudod, oké, megcsináltál egyet, full gazdag lettél nyilván, mindened megvan, oké, de hogy ilyenkor nyilván ott van az inger, hogy bárcsak tudnék még egyet. És aztán egyszer csak szembesülsz, hogy soha többet nem fogsz tudni. És egy éven belül, vagy két évben belül elfelejtenek. Most még turnézik Madonnával, itt énekel, ott énekel, de ez lecseng. És ha nem tudsz még egy ilyet írni, akkor nem leszel más egy évben belül, mint egy ilyen egyslágeres előadó. Meg ami ugye nagy méreg, a színpad. Igen. Tehát, hogy az fog hiányozni, tudod? Nem a még egyszer annyi pénz, mert elég. Az már nem, hanem hát, hogy még egyszer az. De várjátok, a külföldi nagy színpadok fognak neki hiányozni, mert Koreában ő már korábban is sztár volt, és valószínűleg az is marad. Csak hát, ugye ez az egy nagy sláger, mint ugye Deus Ex Johnny-nak például, ugye a... Gyerekek, a Johnny nagyon sok dalt igen. Írt. Igen, és nagyon nagy dal volt egyébként. A mindenem a farmerem. Nem, elmondom neked, hogy ő írta a... melyik az, amit a fresh lányok is feldolgoztak, azt hiszem Sweet Judy-t, egy ilyen lánynak a diszkóban a helye? Igen. Azt igen, a Johnny írta. Igen. És ez egy baromi nagy sláger. Tehát a Johnny nevéhez azért nagyon sok minden kötődik, amit az emberek nem kapcsolnak vele össze, de az ilyen lánynak a diszkóban a helye, az például a Johnny-é. És ez mekkora sláger volt. Egyébként egy igazi kelet-német popsztár is volt. Imádta. De erre nyilván nem büszke van. Így van. De na jó van, az M7-es övezettel folytatjuk, érkezik hozzánk, ami drága Gáborunk, megtudjuk, hogy mit reggelizett, válaszolunk egy-két levélre, aztán belevágunk, vele folytatjuk a hírek után. 8 óra múlt 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggel, drága hallgatók, itt vagyunk, hello Jani, hello Feri, hello mindenkinek, nem tudom mi a helyzet országos szinten, de itt süt a nap, ez jó jel, egy átmenő hideg fronton vagyunk túl, most még azért hűvös a reggel, ha valaki ebben a pillanatban indul, de állítólag hétvégére. Na, visszatér. Ha nem 18-20-acskák. Igen, nem? Igen, ha nem is ez a 23-24, de nagyon-nagyon baráti. Az áprilishoz képest baráti idő lesz. Hello fiúk, Szilágyi Erzsébet Fasoron, megkaptam április ajándékom a kékektől. István küldte ezt nekünk, ott őt megbüntették akkor valószínű. Négyes úton, Püspökladánynál van egy trafi, üzeni Laci. Pécelen Budapest felé szintén mérnek ezt. Peti küldte nekünk M306-os kilométernél a Molkút mellett ott vannak a pálya éber őrei, akik ráadásul mérnek, üzeni Judit. Szentendrei úton a gazdasági kollégium után a Szentendre felé trafiznak egy rendőrautóból, ezt Marci küldte nekünk, és fehér magárendszámos Opelből mérnek Pécelen. Gyerekek! Gyerekek! Igen, vesz a rendőrség egy fehér saját rendszám autót, vagy valakitől kölcsön kérik? Vagy valakinek neki. Van, és azt mondja, hogy öcsi, gyere már ma a civil autóddal, tegyük már át bele a trafit. Ez tényleg hogy van? Kovács 2-10-es, hozza be a Verdát. Vagy nem kézefekvő a kérdés? Ne gyere be, állj le Pécelen. Tényleg hogy van? Civil rendszám, fehér Opel Astra. Vesznek egyet? Péceli kollégának szólnak reggel, hogy Józsikám, te ma azzal jössz, mert nagy farbarugások lesznek, mert berakjuk a trafit. Hogy van ez? Költségtérítéssel, ahogy szoktuk. Vagy van a rendőrségnek a, mit tudom én, a Ecseri úti autópiacról, vagy milyen autó, Nagybani úti autópiac, ugye felvásárolnak 10 autót. Akkor viszont miért fehér Opelt vesznek? Mert azt szeretik. Az de a fehér Opel egyből rámondott, hogy trafi és lassítasz. Hát, igen. Tehát akkor miért nem vesznek egy kék Wagonert? Most tök komolyan, arra nem kezd, én mint autós nem kezdek el lassítani, vagy egy egyes BMW. Egy gyöngyház metal Ford Mustangot az oldalán lángnyelvekkel. De tényleg, hát egy fehér Opelnél eleve lassítasz, mert régen a rendőrautó is Opel volt. De ott ugye a kék Barkasz is, hát annál sem lassítottál, most már azért lassítasz, mert tudod, hogy van benne. Tehát áll az útszélén egy piros transporter, én nem lassítok. De egy fehér Opel azonnal lassítok. Mert nem feltűnő. Tényleg azt kéne csinálni, hogy valami olyanra utazni, ami nem feltűnő. Ugye? Mit tudom én? Alfa az útszélén elakadás jelző áram. Semmi perccel. Természetes. Igen. És a másik oldalon egy tréler, amiből szintén mérnek, tudod, te szemét vagy, elhatárolodom. Mit tudom, miért nem vesz a rendőr? Jaj!
Miért nem vesz a rendőrség? Új barátod van, Feri. Látom. Három darab trabit. Látnék egy halványkék trabit valahol Maglód környéki, mit tudom, balra áldogálni a patakparton, hát hogy nem, nem hogy beleszaladok, baj, ha gyorsan megyek, azt tud ide, a fehér Opelba nem szaladok bele, érted? Nem, az a baj, hogy állandóan leállnának a külföldiek fotózkodni, meg szelfiket csinálni, meg tudod, kitakarnák a gyorsan menőket. Nem így van, hogy ha már álcázzák magukat, akkor itt miért nem álcázzák jobban? Ennyire fussa. Hát, mi most még kukás autónak álcázzák magukat? Nem, csak kíváncsi lennék, hogy megy ez a civil autóba, pakoljunk át civil rendszámmal és mérjünk. Na mindegy, lehet, hogy ebben nincs ennyi, csak engem ez mindig érdekel, egy ilyen típusú dolgok. Oké, okay, csütörtök van! Nézzétek, ki van itt! Jó! Oh! Mr. Puliszka. Mr. Puliszka, Mr. Zabkorpa, Mr. Köles megérkezett hozzánk, és egy nagyon fontos dologról beszélünk ma az elmentes övezetben. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. De egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztó, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Srácok, nyugi, itt vagyok, jó? Jó, Istenem, pedig már kapaszkodtam az asztal szélébe. Mit fogunk majd csinálni? Hogy lesz ez? Jöttem, jöttünk, készültünk, itt vagyunk. Nem köszönjük baj. Neked, nem, abszolút. Egyetlen hibánk a felkészültség, de ez nem baj. Nem, ugye? Meg jó, hát így legalább tudjuk, hogy merre van még út, amit lehet járni. Már normalizálódik a pulzusom. Gábor, hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, örülök, hogy ismét itt lehetek a köreitekben, és látom az agavé szirupot újra, a reform kávét. Bizonyára. Nagyon komoly dolgok történnek itt a stúdióban. Azt nem, igen, hazudni, ne hazudjunk, ez nem reform kávé, saját főzésű őrölt kávé. Jól hiszemű voltam. Viszont az agavé szirup, gyerekek, kiváló, édesítő. Nagyon jó, ha az ízéhez egyszer hozzászoksz, akkor utána nagyon-nagyon jó. Nagyszer. Mi újság van? Jó vagy? Igen, köszönöm szépen. Mert jól is nézel ki? Az előadások is. És azt látom egyébként az országban, hogy akár a műsor kapcsán, mert a műsorról sok visszajelzés van az előadásainkon is, az emberek érdeklődnek. Szóval nagyon komoly érdeklődés van Magyarországon is, és ez nagy öröm nekem mindig. Hát ezért csináljuk. Na, egy nagy témát mi van? Ennyi. Hát ennyi. Hát most túlmagyarázhatnám ezt a dolgot. Hát még húzhatnád, de minek? Figyelj, én pont ebben a tegnap vagy tegnap előtt beszélgettünk erről a Gáborral, meg egy kisebb társággal, akikkel voltunk, hogy tulajdonképpen szerintem az embereknek bele kell ezt tolni az arcába, még akkor is, ha talán ez kicsit néha túl sok. Ugye, mert mi történik, ha te érdeklődsz az egészség iránt, meg a bioélelmiszer, meg a reformélelmiszer iránt, akkor elolvasol különböző szaklapokat, meg bemész különböző boltokba. Viszont ennek a műsornak azért jó az üzenete szerintem, mert itt megkapod az autóban, megkapod ott, de ez az üzenet most házhoz megy. Ezelől nem tudsz elbújni, csak ha kikapcsolod a rádiót. És a legtöbb ember szerintem így tud majd szépen lassan felébredni, ha ott pacekba megkapod arcba, nem? Uh-huh. És akkor át elkezdesz gondolkodni, mert ahhoz, ha téged érdekel, elolvasod az újságot, amit megvettél, hogy abban benne van az információ. De itt az is megkapja, aki nem veszi ilyet. Tehát effektíve több emberhez jut el. Nem? Így van, meg itt van hiteles szakértő, hiteles drukker és hiteles kétkedők. Na, egy nagy témát próbálunk ma felölelni, van érintettség is nyilván, családi, szerintem a legtöbb embernél, még azoknál is, akik esetleg nem tudják. Ugye ezek a bizonyos érzékenységek, intoleranciák, leginkább a glutén és a laktóz. Mindjárt gyorsan helyre tesszük, hogy mi a glutén, mi a laktóz, viszont ha majd meghalljátok, hogy hány ember érintett, vagy hány ember lehet érintett Magyarországon, akkor szerintem erről fontos beszélni. Megint, ha a rovat után 15 ember elmegy és kivizsgáltatja magát, és megoldódik az élet, akkor szerintem már megértem. Melyikkel kezdjük? Kezdjük a gluténérzékenységgel inkább, jó? Azt talán egy jó. Kicsit kevesebb embert érint. Jó, képzeljétek el, hogy az történt a második világháború után, ez jó év volt, hogy amikor nem volt kenyér a hátországban, akkor jó pár gyermek jobban lett. És ugye azt várnánk, hogy amikor nincs élelem, akkor az emberek egészségi állapota romlik, ez általában így is van, viszont megfigyelték, hogy néhány gyermeknél, fiatalnál megtörténik a javulás, amikor a háborús viszonyok miatt kenyérhiány van.
egyes országokban, és ennek az okát kutatták elég sokáig, és gyakorlatilag 1950-es évek utánra rádöbbentek, hogy a búza, illetve a zab, a rozs, az árpa, glutén tartalma, ugye ez a bizonyos gabonafehérje, ez felelős egy bizonyos problémáért, amit ma már úgy nevezünk, hogy glutén érzékenység, vagy hát más néven cöliákia. Ami ugye érintett lehet ebben ugye a felnőtt társadalom, ebben érintettek a gyerekeknél ez ugye még veszélyesebb, és ebben ugye mindig az a veszélyes, hogy egy csomó ideig nem diagnosztizálják, mert hogy az ember lát tüneteket, mondjuk a gyereknél, nem biztos, hogy fölismeri, nem biztos, hogy észreveszi, érez magán is tüneteket, de nem biztos, hogy elmegy orvoshoz. Ennek aztán később komoly szövődményei is lehetnek. Így van, mert bélboholy sorvadással jár együtt, tehát a vékony bélben történik meg a probléma. Érdekes, hogy régebben, amikor még kezdtem én is a sorozatokat, akkor elég sok szülő megkeresett, hogy hosszú idő után tudták csak megállapítani, hogy a gyermeknél mi a probléma, mert nem mindig gondolnak rá rögtön. Ma már azért elég hamar gondolnak rá. A gyermekeknél egyébként elég gyorsan kimutatható, illetve látható is a probléma, a felnőtteknél viszont nem. A felnőtteknél nehezebben. Jó, nézzük akkor például elsősorban a gyerekeket, jó? Hogy milyen tünetei vannak, miből veheti észre egy szülő. Aztán majd természetesen beszélünk arról, hogy mi kell változtatni, meg mi a megoldás, meg milyen vizsgálattal lehet ezt kimutatni, de mondjuk van egy gluténérzékenység, a szülő még nem ismerte fel, milyen tünetekre kell odafigyelni. A gyermek kedvetlen lesz, étvágytalan lesz, és sápadt. Sápadt, kifejezetten. Ennek lehet más is az oka, de ez kifejezetten ez a glutén érzékenység, tehát nem emészti jól mondjuk a kenyeret, sőt egyáltalán nem is emészti. A gyermek sápadt, nem mozgékony, kifejezetten passzív, azt írják a szakirodalmak, és elkezd puffadni a hasa a sok gáztól. Tehát puffadt hasa lesz, és kifejezetten vékony lesz a karja, vékony a lába. El tudjátok képzelni, a vékony végtagok és a puffadt has egy kicsit ilyen afrikai beütés lesz, és a bőre is megváltozik. A kifejezetten gyermekre jellemző feszes, rugalmas bőr helyett csúnya lesz a bőre, és ráncosodik. De ez már komoly terheltségnél, nem? Tehát igen. Amikor már ugye folyamatosan viszik be. Igen, viszik azért tegyem hozzá, hogy a gyerekeknél ez viszonylag hamar lejátszódik. Tehát nem évek kérdése, azt gondolom. Nyilván ehhez a dietetikus és az orvosok is jobban értenek, hogy én élelmiszerekkel foglalkozom, de azt lehet tudni, és az a tapasztalat, hogy ez gyorsan lejátszódik. Hiszen nem szívódik fel a B12 vitamin, nem szívódik fel a vas, a kalcium, bizonyos fehérjék, tehát elkezd a gyermek soványodni, fejlődési zavar jelenik meg. És például az óvodából, vagy az iskolából jelzik, hogy a gyermek tanulási képessége gyengül, esetleg hány ingere van, esetleg ugye hasmenéses tünetei vannak, tehát a szülő észreveszi. Elindulnak a kivizsgálások, a kérdés az, hogy mikor történik meg az a bizonyos biopszia. Uh-huh. Az a bizonyos mintavétel a vékonyben nyálkahártyájából. Hozzáteszem, hogy vannak gyors vérvizsgálatok is. Ezek nem annyira pontosak, de vérből már előzetesen kimutatható, hogyha ez a bizonyos gluténérzékenység jelen van. Nálunk például Beninél nem tudták egyértelműen kimutatni. Nem tudták. Tehát a kisgyerekeknél azt mondják, hát ezt majd te megcáfolod vagy igazolod, hogy nem mindig mutatható ki vérből, akkor viszont tovább kell menni. Tehát, hogy én 4-5 éves, felnőtt korban már pontosabb a vérvizsgálat, de hogy a gyerekeknél még 3 évesen levett vérvizsgálat, az még nem mindig tud olyan pontos lenni. Igen, főleg, hogyha az említett tünetek jelentkeznek, a puffadt has, a gyermek rossz közérzete, mindenképpen orvoshoz kényszeríti a szülőt. És ennek egyetlen egy módszere van, csak az, hogy kiiktatod az étrendedből? Nem lehet visszafordítani? Nincs semmilyen módszer rá? Nem, tudom, nincs, hogy nem vagy orvos, nincs. De biztos tudsz erről valamit. Ez effektíve így nem gyógyítható, életre szóló teljes glutén kihagyást jelent. Tehát nem olyan, mint a laktóz, ahol egy pár grammot a szervezet képes tolerálni. A gluténnél ezt nem állíthatjuk, teljesen ki kell iktatni, sőt, ha nyomokban van glutén fehérje, mondjuk búzafehérje az ételben, mondjuk egy búzacsírát eszik valaki, vagy olyan mondjuk búza keményítőt használ, ami egyébként egy szénhidrát, nem fehérje, de lehet benne búza glutén, akkor is reagál. Na most a glutén azért trükkös, mert mi is ezt végigcsináltuk a Bennivel, aztán kiderült, hogy hál' Istennek nem akkora a baj, de hogy például felvágottakba is rakják, úgyhogy az ember azt hiszi, hogy növényi eredetű dolgokban kell keresni, és akkor kiszűröd a kenyeret, kiszűröd a lisztet, átállsz más összetevő, kukoricaliszt, rizsliszt, hát nagyon jó dolgok vannak. Nyilván egy teljesen másfajta életmód, még teljesen másfajta hozzáállás, és aztán szembesülsz azzal, hogy például felvágottakba is sokszor rakják a glutén. Igen, ugye? Korábban azt hiszem beszéltünk igen. is, hogy a zselatint is ugye használják ilyen, hát most nem hamisításnak nevezzük, hanem mondjuk olcsóbbá tétel, az élelmiszerek olcsóbbá tétele, és elterjedt a szójafehérje, ugye ami óriási mennyiségű vizet vesz föl, és a glutén.
keményítők is, és a gluténfehérje. A gluténfehérjét is tehetik felvágottakba. Tehát nem csak kenyérben találsz glutént, hanem olyan élelmiszerben is találsz, ahol nem is gondolnád. Nem is gondolnád, ugye, hogy növény eredeti dolgot neked mondjuk állati eredeti dologban kell keresni. És az érdekesség az, hogy még az is lehet, hogy az összetételben sem szerepel, hogy búza glutén, viszont ma már kötelezik a gyártót, hogy ráírja, hogy nyomokban tartalmazhat. Jó, felnőtteknél mi a tünet, ha mondjuk valaki, nem tudom, hogy gyerekkorától kezdve egészen felnőtt koráig le tud-e élni ugye egy életet, hogy erre nem jön rá, és előbb-utóbb nem találkozik ilyen orvossal, aki mondjuk ezt nem diagnosztizálná, de mégis mondjuk. Hát most jön a dráma, tekintettel arra, hogy amíg valaki gyermek fiatal, tehát 18 éves kor alatt a probléma viszonylag jól tetten érhető, attól kezdve, hogy belépek a felnőtt korba, a tünetek csökkennek. Kicsit hasonló az asztma is, már az más jellegű, már összefügghet. Felnőtt kortól kezdve a tünetek hasmenéses tünetek, akkor a kifejezett rossz közérzet, a puffadás csökken. Sőt, az is lehet, hogy majdnem teljesen elmúlik. Aha, az illető azt hiszi, válik, hogy ez egy normális állapot, hogy mondjuk babot ettem, meg kábetűset ettem, stb. Ezt nevezzük tünetmentes betegségnek, tünetmentes szöliákiának. Nincs reakció, de van bélboholy sorbadás, tehát van probléma. Ezért ez tünetmentes, belül eszi a beleket, idézőjelbe ez a probléma, és nem tévedés, 30-szoros a vastagbél, illetve a bélrendszeri rák kockázat. Na itt ez a kemény, hogyha mondjuk gyermekkorban ezt nem kapod el időben, hogy mire a gyerek felnő, és mondjuk 10 éves koráig ugye eszi a glutén, mert nem diagnosztizálják, vagy a szülő nem foglalkozik vele, akkor az már a 10 éves gyereknél, akinek nyilván teljesen egészséges bélrendszerre kéne rendelkeznie, már milyen visszafordíthatatlan folyamatokat indít el. Nem? Hogyha nincsenek nyilvánvaló tünetei a betegségnek, akkor is érdemes a gyerekkel megcsináltatni ezt a vizsgálatot, amiből kiderül, hogy vajon gluténérzékeny. Ez most nehéz kérdés, én most nem mondanám, hogy rohanjunk rögtön, és akkor is csináltassuk meg, hogyha nincs semmilyen tünetünk, mert akkor mindenki mehetne ilyen vizsgálatra. Nálunk nagyon egyértelműen jelentkeztek. Családi halmozódásra mindenképpen figyelünk. A tünetekre azért enyhe gázképződés még a tünetmentes állapotban is lehetséges. Tehát az ember észrevesz magán viselkedési problémát, egy komolyabb fáradékonyságot. Azt sem mondanám, hogy hagyjuk ki hetekre a glutént, és nézzük meg a hatását, mert a szakma ezt sajnos nem engedi meg, mert akkor el fog múlni. De érdemes, hogy óvatosan kezelni, tehát mert én például mindig szoktam, hogyha otthon csak 10 tojás van, és annyiból tudok csinálni a virágnak rántott, tehát mindig adok neki mellé egy bajor parasztcipót, hogy majd szolgassák, mégis valahogy túléljen ebédig. Akkor... Igen, hiszen 10 óra van, és most fog reggelizni. Igen. Helyes a gyerek. A parasztcipót ne? A probléma növekszik. Nyilván a kenyérgabona, tehát a kenyérgabona az fontos Magyarországon. Én nem vagyok kenyér ellenes, abszolút. Használjuk, bár a tönkőt, a durumbúzát, és a zabot, az árpát. Ezek na, na most kezdenek el rászólítani a kormányra. Tudod, hogy 10-ből 8 hallgató, hogy tönköly. És azért szeretném hozzátenni, hogy a fehér liszt, tudjátok, a fehér kenyér, amit azért itt szoktunk ostorozni, szóval azért ugye abban nincsenek rostok, és az azt jelenti, hogy az szinte teljesen ugye a bélben úgy dolgozik, hogy úgy nevezek ezt, hogy kontaktidő. Nagyon sokáig érintkezik a bélfalal ez a fehér liszt. És mivel a kontaktidő nagyon magas, ezért a gluténérzékenység is erősebb lesz. Szeretném hozzátenni, hogy a gyermekorvosok, a védőnői szolgálat sokáig küzdött azon, hogy mikor vezessék be a glutént. A glutén tartalmú gabonát az étel. Most már egészen hamar találkoztatják velük a gyerekeket, volt egy nem? Volt időszak, amikor azt mondták, hogy a svéd minta alapján, hogy a svédek borzasztó hamar elkezdték a gluténes hozzátáplálást, és kialakult a cöliágia sok esetben, azt hitték emiatt. Aztán volt Magyarországon egy időszak, amikor azt mondták, hogy csak 8 hónap, 1 év után, most megint visszahozták. Hogy hamarabb találkozzon a gyerekkel. Amit én azért óvatosan kezelek. Jó, ez az egyik, tehát ez a glutén. Ugye kétfajta érzékenység van. Fura, hogy ilyen tünetekkel egyébként ez a lakosság kevesebb részét érinti. Van a laktózérzékenység, ami ugye nyilván gyorsan ugye helyre tesszük, ez pontosan miben található, ami viszont hány millió embert érint? Itt megdöbbentő szám jön, és ebből nagyon sokan nem is tudják. 2,5 millió embert érint a laktózérzékenység. 2,5 millió egy harmad a lakosság. 2,5 millió ember, és ebből nem mindenki tudja, sőt a legtöbb ember nem tudja, hogy laktózérzékeny. Jelenleg úgy becsüljük, hogy 3,5 millió ember van összesen. Tehát ez most nem egy ilyen hasraütésszerű szám, hanem ténylegesen azt mondjuk, hogy még van egy millió ember, aki nem tud róla, de valószínűleg a laktáz enzime, ugye a tejcukorbontó enzime az szinte hiányzik vagy gyengül. Hozzá kell tenni, hogy az anyateljes táplálás után csökken, szinte mindenkinél elindul egy csökkenés. És érdekes, hogy míg a glutén esetében a fekete lakosság a világon jól emészti a glutént, míg például az olaszok, ahol sok a tészta, a glutén kevésbé. A laktóznál, a laktózérzékenységnél a helyzet fordított, tehát Afrikában, a távol-keleten,
az indián lakosságnál szinte nincs laktázenzim, míg a fehér lakosságnál van, tehát megfordul ez a... Milyen érdekes, nem? Hogy a természet hogy dönt meg, hogyan szelektál, milyen fura. De ha szabad ilyet mondanom, például Magyarországon a roma lakosság alig emészti a laktózt, ezt szabad talán hozzátennem, hogy bizonyos, ugye attól függ, hogy ki milyen csoporthoz tartozik, meg kell néznie, hogy ő ihatja a tejet. Egyáltalán nem biztos, hogy Magyarországon is van többféle populáció, hogy melyik hogy emészti, és ilyen különbségek vannak. Hát ahogy szoktam mondani, nincs még egy emlős, aki a másik emlősnek a mirigy váladékát megissza, szóval most gondolj bele, nem így van? Igen, hogy isszuk a tejet, ezt azért emellett van azért egy nagyon erős lobby is, meg persze kell is, meg azt gondoljuk, hogy mennyire egészséges, közben te felnőttként már az esetek nagy többségében azért a te szervezeted erre nincs berendezkedve, meg felkészülő, hogy egy másik állatnak a mirigy váladékát olyan finoman napi fél liter, napi egy liter vigyél belőle. Jó, milyen tünetei vannak? Nézzük a felnőtt lakosságot, jó? Hogy mikor kell valakinek elmenni vizsgáltatni, és aztán mi rátérünk arra, hogy mivel lehet ezt kivizsgálni. Hasmenés, émeigés, hányinger, a tejtermék elfogyasztása után 30-60 perccel valamikor 2 órával jelenik meg. Nagyon rossz közérzetet okoz, és látjátok itt is megint a hasmenés, de mégis egy picit más a helyzet, és hidrogén termelődik, tehát úgynevezett hidrogén kilégzési teszt. Csecsemőknél egyébként és gyerekeknél egyszerű kilégzési teszttel érzékelik, ha sok a hidrogén a kilegzett levegőben, akkor ott a laktóz érzékenység fönnáll. Jó, ez már ugye maga a vizsgálat, erről beszélünk, de a tünet például az, hogy iszik valaki laktóz érzékenyként egy kávét, és az fél óra, egy óra érzi, hogy akkor hasmenés van, meghajtja a puffa, de nem gondol arra, azt gondolja, hogy tegnap evett valamit, azt gondolja, hogy az előző este, vagy rossz volt az étel, és nem köti össze, mert hogy a mindennapi életéhez hozzátartozik maga a tej, de nem teszi össze, hogy az a fél órával előbb bevitt tejről van szó. Így van, nem? Mert nem elég egyértelmű. A gluténnél egy picit egyértelműbb gyerekkorban, a felnőtt korban már mondtuk, hogy nem. A laktóznál is az a helyzet, hogy egy kicsit sötétben tapogatózunk, mert van, amikor meghajt, van, amikor nem. Ha ettél kefirt, joghurtot, túrót, akkor, vagy esetleg bizonyos sajtokat, nem biztos, hogy reagálsz rá. Ha natúrtejet iszol, akkor pedig reagálsz. És az emberek lehet, hogy megesznek 2-3 pohár joghurtot, attól annyira nincs tünetük, pedig azért a probléma adott. Van, aki pedig együtt él egy hasmenéses tünettel, ami nem kifejezetten azt jelenti, hogy vízszerű hasmenés, és azt mondja, hogy ő így él. Hozzászokik, megszokottá válik, közben nem tudja. Itt nem csak a tejről van szó, hanem minden, ami tartalmaz laktózt, ugye? Tehát azért azokat említsük meg. Adalékként használják szintén húsipari termékben. De úgy értem, hogy több tejipari terméket, tehát hogy a tejen kívül még a sajtban is lehet, ugye? Egy csomó helyen. Igen, bár ezek teljesen erjesztett termékek, ugye a teljesen erjesztés, sajtgyártás, túrókészítés, joghurt, kefir, aludtej. Ugye a laktóz az ugye bomlik, és tejsavra bomlik, tehát csökken. Van, akit egy joghurt egyáltalán nem hajt meg, de egy nagy pohár tej igen. Aha. És akkor az emberek átállnak a joghurtra, amit jobban bírnak. Nem biztos, hogy egyébként szerintem nem biztos, hogy célszerű erőltetni a tejterméket, ha valaki laktózérzékeny. Ha azon tudja, hogy laktózérzékeny, majd a hírek után beszélünk arról, hogy mivel lehet ezt kivizsgálni, mert most már azért felnőtt korban ez is baromi egyszerűen egyébként 15 perces vizsgálattal kimutatható. Azon kívül, amit most elmondtál, hogy a hasmenés, meg az egyéb tünetek, lehet neki komolyabb szövődménye, lehet belőle komolyabb baj. Igen, ugyanúgy, ahogy a gluténérzékenységnél is, itt egy 20-szoros rákockázattal számolunk. 3-3,5 millió ember, gyerekek, és úgy iszza a tejet, megeszi a tejterméket, hogy közben egyébként szétterheli a bérrendszerét. Ugye erről van igen, szó? Igen, erről van szó, tehát azért is jó, hogy erről beszélünk, mert nem azokhoz szólunk elsősorban, akik tudják, hogy ilyen problémánk van, bár nekik sem rossz erről tudni, hogy hallani még többet, hanem azoknak szólunk, akik silent, akik némák, akiknél vagy van enyhe tünet, de nem gondolják, és a laktózérzékenyek társasága is mindig fölhívja a figyelmet, hogy aki még nem gondolt rá, ne essen pánikba, de gondoljon rá, mert még egyszer mondom, 15-20-szoros a rákockázat, aki még nem gondolt gluténérzékenységre és laktózintoleranciára, mostantól kezdve gondoljon rá, figyelje magát, mert lehet, hogy elkerül egy súlyos betegséget. Kecskem, és itt a veszélyeztetettség ugye a nagyon nagy szó, hogy ugye 20-30-szoros a rákockázat, tehát ezt nem győzzük hangsúlyozni. Kecsketej ugyanúgy hallgató szerintem kérdezi. Igen. Mm-hmm. Egészségesebb a kecsketej, egészségesebb a jutej, de hogyha szakmai irányelveket szeretném képviselni, akkor a helyzet ugyanaz. És hogyha a tünetek elmúlnak, akkor is legyünk óvatosak, mert a bérrendszer borzasztóan ért ahhoz, hogy alkalmazkodik.
alkalmazkodik, és ilyenkor beszélünk néma problémáról, nincs tünet, de van betegség, vagy van kórkép. Jó, tartunk egy rövid szünetet, utána még foglalkozunk az SMS-ekkel, nagyon sok kérdésért, illetve megnézzük, hogy felnőtt korban milyen vizsgálatokkal kimutatható. Tehát egy tünetes embernek, vagy akinek van tünete, hova kell menni, mit kell csinálni, hogy rájöjjön, hogy valami baj van esetleg. 8:30 múlt egy perccel, várjuk az SMS-eket, mi pedig jövünk a hírek után. Fölvágom az elejemet. 3:49 lesz pontosan 2 perc múlva. Komolyan mondom. Szükség van még rád az elmentes övedezetben. Ne tedd! Na mindegy, nem idegesítem magam. Ne, nem is kell. Hello Gábor, itt vagyunk újra. Szervusztok, továbbra is. Ugye beszélgettünk sok mindenről, laktóz és glutén érzékenység, allergia a témánk. Nagyon sok embert érint szerintem, ugye itt olyan számadatokat mondasz, hogy megdöbbentő 3-3,5 millió ember. És ugye a gluténérzékenységet kibeszéltük, ha valaki lemaradt volna, morningshow.hu-n vissza tudja hallgatni. A laktózérzékenység tüneteiről beszéltünk. Ezeket elmondtuk, ugye? Ott tartottunk, hogy hogyan lehet diagnosztizálni, illetve hova kell menni, kihez kell fordulni, milyen vizsgálatok alapján mutatható ez ki. Igen, Magyarországon mindenképpen előrehaladott az állapot olyan szempontból, hogy van adatbankunk, ami azt jelenti, hogy a táplálkozás és allergiákkal kapcsolatos adatbank a Semmelweis Orvostudományi Egyetem jóvoltából, és hát ugye a pályázatok EU támogatás miatt a táplálék allergia adatbankban hozzáférhetők. Ha valaki esetleg rákeres a táplálékallergia.hu, ez a honlap cím, ahol meg lehet nézni, hogy milyen helyeken lehet beszerezni dolgokat, és mit ehetek, mit nem ehetek. Tehát van egy központi internetcím, illetve ugye most már Magyarországon vannak allergia szakboltok. Nyilván én most itt nem mondom konkrétumokat, de nyíltak olyan üzletek, ahol lehet ilyeneket kapni, tehát akár laktózmentes tejet, akár laktózmentes előfagyasztott pizzatésztát, gluténmentes gabonatermékeket, tehát most már több százféle ilyen termék van forgalomban, csak hát ezek drágák. Ezek baromi drágák, tehát amíg 4 szelet gluténmentes kenyér 900 forintba kerül, addig azért nagyon trükkösnek kell lenni a háziasszonyoknak, akik mondjuk tudják, hogy a gyerek gluténérzékeny, hogy próbálják ezt kijátszani, vagy amíg mondjuk a laktózmentes tejet meg tudod venni, de ha még azt se jelted, akkor mint egy mandulatej, szójatej, rizstejű 800 forint egy liter mandulatej vagy rizstej sokszor, tehát hogy azért ez nagyon megterheli a pénztárcát. Az alap laktózmentes tej, ez gyakorlatilag minden hipermarketben már hozzáférhető, illetve most már lehet kapni, ez mondjuk egy nagyon friss tapasztalat nálunk, mert tegnap vettünk laktózmentes ömlesztett sajtot is. Az ömlesztett sajtot viszont megint nem szeretett, tehát akkor igen. A tejfehérje kérdés azért felmerül, illetve otthon is lehet készíteni azért rizstejet, kókusztejet, azért elmondom, de annak nem lesz egészen ilyen aromás, jó íze, mint a Jó, de te Mr. Puliszka vagy, te meg tudod ezt. Amiről nem beszéltünk még, a vizsgálat, hogy egy felnőtt ember, megkeresi az előbb említett címleket, honlapokat, nyilván mindenkinek kicsit tenni kell a saját sorsáért, és ezeket tényleg fölkutatni, de milyen vizsgálatból derül ki mondjuk a felnőtteknél, hogy nagyon komoly laktózérzékenység? A laktózérzékenység kimutatása viszonylag egyszerű. Két lehetőség van rá, az egyik a vércukorszint mérés, elmegyek az orvoshoz, iszom egy olyan italt, amiben van 50 g laktóz, mondok egy ilyen példát, és megméri fél óránként a vércukor értékemet, és hogyha növekszik a vércukorszintem, akkor bontom a laktózt, és jól felszívódik. Ha nem növekszik bizonyos érték alá, 1,1 millimol per liter fölé, bocsánat, nem növekszik a fölé, akkor nem bontom, és ugye megy át a vastagbélbe a laktóz, és ott okoz egy csomó problémát. Hát az egyik az a vércukormérés, a másik pedig a korábban már említett hidrogén kilégzési teszt, hogyha a kilélegzett levegőben bizonyos százalék fölött van a hidrogéngáz, akkor megint laktózbontási problémára is utalhat. Utalhat bélfertőzésre is, vagy másra, de kifejezetten laktózérzékenységre is. Ez egy pár ezer forintos vizsgálat, tehát érdemes elmenni, megcsináltatni, egyszer rászállni egy kicsit nagyobb összeget, nyilván ez a pár ezer forint is sokat nem tanít. Ezt már egyébként végzik normál, akinél. Úgy értem, hogy ha te mondjuk nem nincs felírva, vagy nem tanácsoltak, hanem te magánúton akarod megcsináltatni, akkor valószínűleg fizetni kell érte, de megéri. Ugye? Én szerintem mindenképpen a lelki békét és a betegség megelőzési szempontokat figyelembe véve. De pánikolni semmiképpen nem kell, sokan vannak érintve a dologban, de azért nagyon sokan nem. Mert én például, hát ugye alkatomnál fogva is, meg életmódomnál is fogva, én azért elég közel állok még az ős magyarokhoz, így hármunk közül, én azt gondolom, hogy én. Tehát azért látszik a kumiszteljes nevelés. Tehát, hogy én nem vagyok hajlandó lemondani sem a sajtról, sem a tejtermékét. Nem kell. Én azt mondom, hogy szerintem egy vizsgálatot megér, ha kijön, hogy még csak lappangó sem vagy, megnyugodhatsz, de például, ha kijön, hogy oké, tünet
tünetei nincsenek, de mondjuk azért már van egyfajta terheltsége a beleidnek, meg a bél flórádnak, meg ugye a bélbolyhoknak, akkor lehet, hogy érdemes visszavenni. Tehát ugye, amit Gábor elmondott, tehát a Gábor, amit elmondott, hogyha nincs is egyértelmű tünet, lehet, hogy egyszer egy ilyen vizsgálatot mondjuk megér, leginkább a tüneteid vannak. Én szerintem igen, és azért vegyétek figyelembe, Magyarországon a vastagbélbetegségek szempontjából élen járunk, és itt ülünk ugyan négyen ebben a stúdióban, és ha azt mondom, hogy minden harmadik embernél fölmerül ez a kérdés, akkor lehet, hogy négyünk közül valaki. És itt ez már egy orosz rulett. Én mondjuk attól megörülök, amikor 40 vagy 40 fölötti nőknek mondják, hogy kálciumbótlására így adott tejet. Igen. És hogy ezt még mindig benyalják, és nem olvasnak utána, hogy pont az ellenkezőjét érik el, és azt gondolják, hogy kálciumot kell bevinni, így a tej, abban van kálcium. Uh-huh. És hogy pont az ellenkezőjét érik el. Nem, hogyha a hölgyeknél, már pedig a hölgyeknél 40 év fölött, 50 év fölött változókortól kezdve a tej fehérje és a tejcukorbontás gyengül, ami szinte egyértelmű adat, akkor az egyre nagyobb mennyiségben fogyasztott tej és tejtermék lehet, hogy egyre nagyobb tüneteket fog okozni, és egyre több problémát vált ki, miközben azon küzd a szakma, hogy a vastagbélbetegséget időskorban elkerüljék, ugyanakkor azt ajánlják, hogy minél több tejet, tejterméket fogyasszanak, de azt nem teszik hozzá, hogy azért vizsgáltassa meg az ember, és nézze meg, hogy nem tej cukorérzékeny, vagy tejfehérjérzékeny. És mit javasolsz, hogy azt a kálciumot mivel vigye be, hogyha nem tej? Mákkal például. Én szezámmag párti vagyok, diópárti mák, a zöld levelekben sok kálcium van, a kendermagban, a zabban, a teljes őrlésőrizben is igen sok van. Tehát nagyon sok növényi kálcium forrásunk van. Idegen sajtolt mákolaj. 600 foszforban igen gazdag kálcium. Egy evő kanál a 40-50 fölötti nőknek. Hosszú ideig kell szedni, tehát ez nem egy hónap, és jön, hogy egy évig szeded a mákolajat, és elképesztő módon elkezdi beépíteni a kálciumot a csontrendszerbe. Tehát például a mákolaj, kevesen tudják, nagyon jó. Ugye, Gábor? Így van, így van. Bár abban nem is mindig a kálcium, hanem a foszfor igazán magas. Uh-huh. Magában a mákban marad vissza a kálcium, és ahogy mondtam, a szezámok. Na most a szezámot megint nem mindenki emészti tökéletesen, viszont ott vannak a borsófélék, például a sárga borsó, tehát a sárga borsó főzelék, aki bírja nyilván itt is, jó, a lencsében. Jó, egy humuszkrém, illetve csicseri borsókrém is, egy fantasztikus kálciumforrás. Jó, gyorsan egy-két kérdés, és akkor zárjuk a témát. Szerintem ez most jó, abszolút jó volt, meg tartalmas volt. Biorezonancia kimutatja a laktóz és glutén érzékenységet, kérdezi Kóka. Én azt gondolom, hogy igen, illetve úgy nevezzük ezt, hogy becsült kimutatás. A rezonancia mérések szerintem viszonylag jók, a szakma is él vele, csak ne tekintsük 100%-osan pontosnak, mert azért ott, ahogy mondtam, a kilégzés, a vérvizsgálat és a biopszia a legpontosabb. Kisfia minden este megiszik 2 dl tehén tejet langyosan, az baj? 3 éves, kérdezi Tibi. 2 dl tej minden este. Nem könnyű kérdés, óvatosan bánunk ezzel a kérdéssel, nem mondhatok igen sem, meg nemet sem, mert nem tudom a gyereknek az állapotát, de azt mondom, hogy nem kizárt, hogy később számba kell venni, hogy nincs érzékenysége, éjszaka a tej esetleg ott pangni fog neki a gyomrában, a bélrendszerében, éjszakára nem biztos, hogy jó, mert ugye éjszaka csökken a bélperisztáltika, a bélmozgás, és a tej pangni kezd. Kedves Gábor, én falusi gyerek vagyok, éppen most reggelizem tükörtojás sült szalonnával, friss kenyérrel, paradicsommal és hagymával. 40 éves vagyok, bakkegészséges. Ezt javaslom nektek, pestieknek. Látod, nincs benne tej. Ennyi. Vártam egy ilyen levelet. Igen, most tettem a piacon egy nagy sült kolbászt, amit lefolytottam egy sajtos tejfős lángossal. Na, most már indulhat az elmentes övezet. Mivel válthatjuk ki a tejet? A szója, rizs, zabtejek, tele vannak adalékokkal. Csöndi kérdezi. Nincs adalék a rizstejben, tessenek elolvasni akár egy ilyen csomagolást, nincs adalékanyag, főleg ezek időnként biominősítésűek, és ha otthon készítem pláne, de hogyha üzletben vásárolok egy kókusztejet, akkor nem számolok igazán adalékokkal. A kisfiamat 6 évig kezelték asztmával, az idén derült ki, hogy laktózérzékeny, azóta semmi baj, a 3 hónapja, 6 évig kezelték asztmával. Nagyon fontos a keresztő akció, pollen, asztma. Érdemes volna később, ha majd akár a parlagfűszezon lesz ezzel foglalkozni, de sok a keresztő akció. Oké, na ennyit az SMS-ekről. Visszahallgatható az egész műsor. Jó morningshow.hu-n, aki szeretné, az elmentes övezet állandó vendégeink alatt ott van Gábor, vissza tudjátok hallgatni, sok hasznos információ hangzott el. Mit reggeliztél? Hát ma kendermaglisztet fogyasztottam, egy picit leforráztam, és tettem hozzá tökmaglisztet, szezámlisztet, és egy kis puffasztott amaránttal dusidoztam. Bátor! Kikérem magamnak a puffasztott amaránt. Viszont az ebédet mi lesz, most ez jön? Igen, 100%-os ananászlével dusidottam, tehát nem növényi tejjel készítettem, hát ezt üzletben vásároltam, hanem haragszatok emiatt. Ezt a hálengét kezdesz ülleni, kikérem magamnak. Nem tudtam ilyet készíteni. És én még hitelességre beszélek.
ez ennyi ananászlé. Egy hét múlva folytatjuk már, most mondom, húsvéti tojás, csokoládé, vizezett sonka, húsvéti átverések, nagy átvágások, ebből készülünk a jövő hétre. Biztos tönkölyi sonkát fogsz adni. És remélem, hogy Feri ezekből mind hoz majd. Eredetit és jobb minőségűt, így van. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Hármasugrással folytatjuk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Mondja nekem, csillogó szemmel, tényleg tönkölyi sonkát fogok enni? Mondja. De finom lehet az. Te! Gyerekek, azért húsvétkor egy jó minőségű sonka, hát azért minek élünk, ha egy ilyet nem tudunk megenni? Semmi baj, nem? De tényleg, le. Tehát azért halljunk meg, ha már sem tudunk enni. Komolyan mondom. Halló, jó reggelt! Halló, halló, sziasztok, jó reggelt! Hello, Peti! Ati! Ati? De igen. Most itt jött egy Peti. Itt, legyen már nekem ma Peti. Nem, jó, az... de csak most. Na, csak jó most. Arc vagy, jó. Oké, okay, honnan hívsz minket? Most éppen Tápió Szentmártonba tartózkodom. Ó, fuvarozással foglalkozol. Uh-huh. Oké, okay, milyenek a kérdések, Jani? Vihető. Vihető, persze. Vihető? Aha, ha tudod a választ. Jó, ha hiszek neked. Nem, most na, meglátjuk. Jó, figyelj, itt szól az első kérdés dedikált nyakbaakasztóért. Hogy nevezik azokat a sivatagi helyeket, ahol vízforrás és növényzet is található? Oázis. Így van, ennyi. Nem egy masszív. De melegítő jellegű volt. Mehetünk tovább? Mehetünk, persze, adjunk neki. Dedikált egér alátétért, így szól a második kérdés. Jöjjön. Na, mi van? Csuklom, gyerekek, emeljetnek. A glutén érzékenység. Kijött rajta. Egy bizonyán. Mennyi egy felnőtt kézilabda mérkőzés rendes játékideje? 60 perc. Így van, 230 pontosan. Bizonyán. Fontos, hogy felnőtt, mert a különböző korosztályokban más és más. 10 évig csináltam. Komolyan kézisztél? Aha. Igen. Egyszer valaki elmondja a szabályokat, gyerekek. Be kell a... Nem olyan bonyolult különben. Még te is megérteni. Köszönnek kézzel dobnak gólig. Hallod, még te is megérteni, de szép volt. Jöjjön a harmadik kérdés, nem könnyű. Én mindig jelzem, ha nem könnyű, most is szólok, döntsél te. Nem egy egyszerű kérdés, szerintem. Hát eddig mindig bejött neked, hogyha szóltál. Bizony. Úgyhogy én megállok. Oh. Szerintem jó döntés. Szerintem ez most jó döntés. Holnap... Azért elmondjad? Nem, holnap fogod hallani, Jani mindig tovább viszi a harmadik kérdést, ha nem magzik el. Holnap hallgass meg, és döntsd el, hogy jól döntöttél, hogy megálltál. Általában mindig, ha azt tanácsolod, akkor úgy bejött, úgyhogy most megállnék. Ez a tuti. Jó, szerintem ez egy jó döntés. Dedikált nyakbaakasztó, dedikált egér alátét! Jaj, de jó! Köszönöm szépen! Nagyon szívesen küldjük neked aláírva. De jó, félre is teszem. Köszönöm, fiú, köszönöm. Köszi, Ati, ciao, hello. Hello, sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 5 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra, 9 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Ez a zene olyan, mint a pofon vertek volna, nem? Yeah. Annyira jó, hogy az, pfú, nem? Az ilyen húzós, jó, rokkos reggeli zenék, hát ezekre mindenki gyorsabban kezd vezetni, megjön az életkedved, jó hangulatod lesz, nem? Bizony, még a nap is. Az ilyen típusú zenék, fú, nagyon klassz. Magad mellé egy zene volt. A kocsiba felveszel egy doboz sört kibot. Átnyúlsz a feleséged. Hát azt azért csak. Átnyúlsz a feleséged lábai közé, ránézel, és azt mondod, kicsi, most kiraknak, de este tigris leszek, mikor hazajössz. Igen, átnyúlsz, és azt mondod, hogy állj, kell nem is, azért innenek van. De nem, tényleg nagyon klassz kis zene volt. Na jó, közlekedési híreket nézek gyorsan, hogy mit is küldtek a hallgatóim. Miskolc felől jövőket mérik Sajó-Szentpéteren, ez a 26-os úton van egészen pontosan. A Fehérvári úton kékmezes focidrukkerek gyűjtést végeznek braziliai repülőjegyre. Küldte nekünk István a maga megszokott kis vicces módján. Hármas út 196-os kilométernél szintén trafi. A Miskolc felől a Dombra felérőket mérik. Ez lehet, hogy ugyanaz, mint amit az előbb mondtam. Budán a Szentendrei úton a 15-ös szám alatt trafi szabálytalanul forgalomban szemben parkol egy egyirányú utcában. Aztán Tisza-Igar belterületén a Kunmadaras felé menőket mérik egy kocsi beállóval beállva orral befelé. Köszönet a kukásautó sofőrjének, hogy szólt, gyapjas, küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a legfrissebb közlekedésére. Gyerekek, mindig azon gondolkozom, amikor szólok, hogy ezzel én nem tanúsítok jogkövető magatartást, ugye? Én a legnagyobb villogó vagyok.
én még akkor is ülök, amikor 10 kilométerre vagyok a trafinál. Így van. De még azt gondolom, hogy neki még ezt tudnia kell. Neki még ezt nem engedhetem el úgy, hogy beleszalad. Becenevet stroboszkóp. Figyelj, én úgy villogok. Az nem jogkövető, ugye? Elvileg az büntetik. Ugye nem szabad jelezni. Nem, szerintem nincs ilyen jogszabályok keresztül. Nem úgy van, hogyha te jelzel, fénykürtöt használsz. Indokolatlanul, akkor te elvileg azért büntethető vagy? Mit mond erről a Kressz? Jani, tudom, hogy te nagy Kressz. Igen, most, hogy készülsz a vizsgálatra. Most, hogy éppen a D-s jogsidat rakod le újra. Mit mond erről a Kressz tényleg? Hát nem tudom, én ezt egyfajta zsimánybecsületként értékelem. Tehát, hogy szerintem ez jó fejség. Ez egy kicsit tartsunk össze mi autósok. Az biztos, de elvileg, ha engem ezért elkap egy rendőr, az... ő megbüntethet? Tehát mondjuk látok egy trafit, és én egy kilométerrel később villogok, és az látja a rendőr, hogy én fénykürtel jeleztem az én drága autós társaimnak, hogy én nem akarom, hogy ők beleszaladjanak. Akkor mi van? Megbüntet? Hát konkrétan azért, mert jeleztél, szerintem nem büntethet meg. Tehát nincs ilyen paragrafus. Biztos, hogy nem. Nem? Miért most egyébként, ha már egy ismerősödre rávillogtál, és most 25 jött egymás után. Nézem, biztos úgy. Hát mind ismerem őket. Igen. Hát egy faluból jöttünk. Így van, én megyek haza, ők jönnek. Hát köszöntem. Szóval szólhatok. Szerintem szólhatsz. Aha. Van abban valami cinkosság, olyan jó szólni. Nem? Igen, meg viszont várod majd, amikor te vagy ugyanebben a helyzetben. Nyilván nem tőlük, de ugye ha te adod, akkor azt érzed, hogy majd te is fogod. Tehát neked is fognak szólni. Igen, jó, az átvillog rád, szól, lelassítasz, és egy kilométerre észreveszed őket, odaintesz, és tudod, kösz haver. Kösz haver, ez megvolt. Nézd már meg, Laci, hogy erről mit mond a Kressz, jó? Hogy kíváncsi vagyok, mintha olvastam volna valahol, hogy elvileg te nem szólhatsz. Szerintem annyira utolérhetetlen a dolog, hogy te most miért villogtál kettőt, meg van bent egy légy az utastérben, azért körözöl a kezeddel, hogy menj már innen. Igen, és belakadsz mindig a reflektorban. Nem tudom. Nem vagyok benne biztos, hogy nyilván nem büntetik, de hogy elvileg büntethető, szerintem. Uh-huh. De miért? Összejátszás? Igen. A hatóság kijátszás. A szabálysértőkkel? Aha. De tényleg, te akkor végülis szólsz egy gyorsan menőnek, hogy lassítson? Bűnrészes vagy. Bűnrészes vagy, mert hiszen a gyorsan menő megérdemli a trafit. Tehát ha te szólsz neki, és ő emiatt ússza meg a trafit, elvileg te belekeverted magad úgy egy ügybe, hogy nem kellett volna. De ha gyorshajtól elassít, akkor egy balesetveszélyes szituációt előzöl meg vele, nem? Igen, megelőzöd a balesetveszélyes szituációt, viszont ha gyorshajtót megbüntetik, a büntetés erősebb érvényű, ha be kell fizetned mondjuk 90 ezeret, mint hogy te lelassítasz. Tehát a trafinak az egyik fő szándéka az is, hogy a pénztárcádon keresztül érezd, hogy te gyorsan mentél. Érted? Akkor jobban fogsz figyelni, ha kétszer kifizették 90 ezeret, mint ha egyszer valaki hatására mondjuk lelassítottál, és egy cinkos mosolyjal megúszod a büntetést. Mondjuk nem vagy elég jó nő hozzá, de nem akarsz hozzóval RFK-nak a szóvívője le? Mit mondtál? Igen, tök jó tollád egyébként. Bár most már, mert nem tudom, észrevetették a tendenciát, szinte válogatják, vagy szinte kiválogatják a szóvívőket. Egyre jobban néznek ki. Én már alig várom, nyilatkozom valaki. A tűzoltóságtól, a rendőrségtől, a katasztrófától. Én azért elég sokáig láttam a Garamvölgyit nyilatkozni, tehát nem tudom, hogy... Jó, de hogy, azok, mire gerjed, hogy ki mire gerjed, vagy te mire gerjed. De azok az ínséges idők már elmúlt. Szóval, hogy válogatják, de például a Garamvölgy azért elég sokáig nyilatkozott. Vagy ott van a Györfi, tehát nem tudom, te mire indulsz, most kapásból hát, tudok 8-at mondani. Kapásból mondok neked 6-ot, akit azért... Újra van haja. Jól válogatnak, de például fogyasztóvédelem. Mm. Ugye? Nem az egyenruhára gerjesz, mondjuk ott nincs, de... Gerjedek, de hát más tekintetben, igen. De ki szokott engem, Zsuzsa, mert nem ugrik be. Milyen Zsuzsa? Fogyasztóvédelem. Fogyasztóvédelmi Zsuzsa. Fülöp, miért kell minden nekem tudni? Hát leolvastad a Laci száját. Nem mondta, tudod mit mondod? Kinéztem a műsor szerkesztő, és azt mondja, hogy nem tudom. Hagyjál már. Nem, a Fülöp Zsuzsa. Így van, igen. Így van. Te a nevét tudtad, én még egyéb részleteit tudnám így felidézni. Na, akkor inkább a Garamvölgyi. Ja. Akkor már. Igen, te azért retett típusokat szeret. Hát én inkább erre megyek. Na mindegy, utána nézek a Kresszben. Laci talált valamit. Hát látod, milyen jó a Laci? Na, dobja ki, hogyha elvileg a Kressz szerint csak veszély elhárítása lehet használni a fénykürtöt. Na hát az mi a nem veszély? Hát elhárítod. Ugye? Hú, de gyorsan jön. Figyeljtek meg. Tehát mit csinálok a fénykürtözök? Veszélyt hárítok el, hogy ő ne okozzon balesetet. Uh-huh. Gyerekek, van 5 gubám rá, hogy bünteti a Kressz. Talán valaki tartja? De nem tudod, tehát nem mondhatod azt, hogy maga akkor most azért... Mindegy, tartod, nem tartod.
puha vagy, vagy én most na, erre teszek öt gubát. Ez a puhaságot rosszul. Szól, nem nekem, ez neked mondja. Ne legyetek már ilyen beszarjak. Hát de nekem nincs jogsém, érted? Én csak, hogy hívják, én hivatásos anyós ülő. Anyós ülés kiülő vagyok. Hát engem nem tud kóstolni ebben, hát nekem jogsém van. Ki a rendőrség szóvivője? Ki nyilatkozik most a rendőrségnél? Szóvivő most is akkor a levét a telefonszámot. Legyen itt a száma, a neve, a címe, az elérhetősége. Nem, kell valaki most a rendőrség. Ez most ennek utána járok, ez engem most érdekel. Ez most tényleg nem vicc. Úgy nézek ki, mint aki viccel? Azt látod rajta? Most valaki, igen, emeljen fel egy teve, a Teve utcai telefon. Szóljatok a rendőrségnek, hogy keressük őket. Igen. A K-vonalon. A Morning Show keresi a rendőrséget. Álljatok meg a Fehér Skodánál. Mi van, felhívjuk a 112-t? Ott meg tudja nekem valaki mondani? Nem tudja, mert az segélyvonal, az nem jön. Neked mi van, jó, mi van, fejlőm a 107-et? Hát, hogyha fogad, a 107-et. Akkor szaggatod. Szerintem haragudni fognak. De hogy haragudni, megkérdezzük a rendőrségtől. Ön a rendőrséget hívta, a kapcsolási türelmét kérjük. Ez volt a terve. Fejlő figyelmét, hogy az ügyeletessel folytatott beszélgetését rögzítjük. Mi is. Köszönjük megértését. Mi is, archívba. De ez arra van. Náluk is van egy ügyeletes. De van 600 vonaluk felé, nem foglaljuk el ezt a vonalat. De hát ez értsd már meg. Rögzítik. Várjál. Segély. Ezt a rendőrség, a segélyhívó vonalnak ezt kell, nem biztos, várjál, nem biztos, hogy jó nyomon vagyunk. Aha. Ezt a segélyhívónak nem kell tudni, tehát nem szolgálati kötelezettség, hogy tudja. Ez nem jó vonal. Nem. Tudakozó. Különleges tudakozó. Hát a tudakozó, igen, mert mondjuk a segélyhívó számot tényleg meg is foglaljuk le ilyen hülyeséggel. Mi a tudakozó? Mi az ez? Tudakozó. Hát a tudakozó az egy olyan telefonvonal, ami hogyha esetleg kérdésed van egy bizonyos ügyben. 197 még mindig vagy 198, mi a tudakozó? Hát 197. Ez a pontos idő, nem a 180. Az én vagyok a szerkesztő. Várj, Laci! Hopp! Ön a GTS Datanet különleges tudakozója. Hoppá, gyerekek! Hoppá, na figyelj! Csókolom! Ezt valaki hívja még? Na figyelj. Most mi? Ja, tényleg. Tamás, miben segíthetem? Jó napot kívánok, mi a Morning Show-ból telefonálunk, Sebestyén Balázs, hello. Itt Jani is itt ül, Feri is itt ül. Mi is rögzítjük az adást, élőadásban vagy egyébként, és azt szeretnénk kérdezni, hogy ha én fénykürtözöm a másik autósnak, és jelzek neki, hogy trafipax van, lassíts barátom, mert fizetni fogsz, azt bünteti-e valamilyen jogszabály? Kressz? Bár valahol, tehát ez szabályozva van-e, hogy én elvileg nem villoghatok. Igen, már is utána nézek, egy kis türelmét. Köszönjük szépen. Vérprofik. Ennyi. Megserezdült. Na, ezt most megvárom. Megserezdült, ahogy mondtad. Szerintem, ha te indokolatlanul használsz fényjelzést, szerintem büntethető vagy. És hogy bizonyítja, hogy nem köszöntél a haverodnak? Igen. Hogy jó, azt is... Nyilván ezért nem büntet meg. Mellényúltál az ablak törlőjére. Jaj, másik oldal. Vagy spriccelni akartál az ablakra. Szerintem, gyerekek, nekem van most erre egy kisebb készpénz. 5000, hogy nem bünteti. 5000, hogy igen. Igen? Jó. Uh-huh. Zajlanak az események. Nagyon szép. Keres. De jó. Mondja azt, hogy nincs, kérem. Hm. Igen, nézem a jogifórum.hu honlapról. Igen? És itt azt írja, hogy... Pillanat, olvasom. Az lesz. De magába olvassa? Nem, hát nekem nem olvasva. És itt úgy látom, hogy itt az indokolatlanul fényjelzés használata az tehát büntethető. Hopszi! Tehát nem lehet jelezni. Nem, te nem lehet. Indokolatlan fénykürt, ezt mondtam. Igen, én is úgy emlékszem a kresszes tanulmányaiból. De éjszaka van az indokolatlan fénykürt, hát nappal nem vakít. Tehát jó, de elvileg akkor ez szabályozva van. Tehát, hogy nem használható. Nagyon kell az 5000-es. Csak veszélyelhárításra, ugye? Így van, igen, igen. Te meg a Duda is. Hát az mi? A trafipaxa nem veszély. Hát az mi? Jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük, gyors volt, flott volt, köszönjük. Köszönjük. Köszönöm, én is hívás. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Én ezért nem fizetek egy fillért sem. Köhögd a gubát, Balinak, nem, gyorsan, köhögjél egy ötöcskét, Balinak. Nem, mert az veszély, hogy jön a trafi, te azt hárítod el vele. A srác viszont nagyon ügyes volt, tegyük el a számát, mert segédszerkesztőnek valamikor. Gyerekek, az egész beszélgetéssel az elmúlt 10 percben mit értünk el, hogy a rendőrség eddig ezt nem figyelte. Igen. És ott fognak állni a trafi mellett, végignézik, hogy ki az, aki villog. De mondjuk tessék, én villogok is, azt mondom, hogy ismerősnek villogtam. Na. Jött szembe, hát azért az nehezen fogható, nem? Jó, mondjuk ilyen alapon tudod mondani, hogy nem beszéltél a telefonba, csak oda tartottad a fülethez. Tehát, hogy azért ezek kimagyarázhatók lennének, mert ugye a telefonbeszélgetést tiltják. Hát, ha csak nincs ugye olyan jogszabály, hogy nem köszönhetsz ismerősödnek kocsiból. Most olyan ő letette a telefont, és így átszólt a haverjának? Igen. Itt voltak a Balázsék? Aha. Majd visszahallgatjuk majd a műszak után. reggel gondolt arra, hogy mondjuk, mi beszélünk vele? Ma így negyed tisztájékel? Szerintem nem számított rá. Na, mindegy.
Én ettől függetlenül akkor én nem vagyok jogkövető. Sosem voltál. De nem ilyen téren. Én gyerekek, én villogok. Írja valaki, a fogadást tiltja a jogszabály. Na, tessék, igen, de így van pénz. Ja, abszolút is játék, bírj is majd a lóvét. Jó, hogy ötöcskét köhögjél ki, hát Balina, köhögd a gubát fel így. Erre nem mondhatod azt, hogy ez egy exakt sztori. Hát akkor holnapra behozom a kereszt. De most fölhívom a garambölgyit. De te az indokolatlan fényjelzés használatáról beszélsz. Az van szabályozva. Igen? Nem ebben fogadtunk. Nem azt kérdeztük egymástól, hogy lehet-e indokolatlanul fényjelzést adni. Azt mondtuk, hogy a Trafipax előrejelzése fényjelzés használatával... Gyerekek, hívjuk a Justot. Csak a tévéügyvédje. A tévéügyvédje kell ide nekünk. Ennyi. Hihetetlen, hogy Feri mennyit változik. Fél évvel ezelőtt még sokkal gentribb volt. Így oda dobta volna. Egyet, ezt is azt mondta, hogy itt egy tízes, tartsd meg az aprót. Nem megy olyan jó, most érted, kell az 5000. Oké, akkor kérdezek mást. Na. Most akkor, ha én bemondom a Trafi... A galléros agámát. Igen, a niger-kongói nyelvcsalád fulambi nyelvét hány százalék beszéli Kongóban? Ha tilos jelezni, ugye? Igen. Álljunk meg egy szóra. Igen. Ha tilos jelezni, álljunk meg egy szóra, jól legyen. Nem ezt mondom. Megdobált. Hanem, hogyha tilos jelezni, igen, fénykürtel. Igen. Akkor mi van akkor, ha az autóban... Basszus, beszélj már gyorsabban, mert mindig elfelejtem az elejét. Mi van akkor? Mi van akkor, igen, ha az autóban szól a rádió? És a rádióban hallja a kedves utas és vezető, a volán, igen, mögött helyet foglaló, hogy a rádióállomás műsorvezetője jelzi... Igen. Adásban, hogy hol van a Trafipax. Aha. Akkor most én minden reggel fizess be, sok be kéne, hogy fizessek, mert elvileg jelzem rádión keresztül, és tilos jelezni a Trafipaxot, jaj, vagy fénykürtel tilos jelezni indokolatlan használat mellett, de rádióban lehet mondani? Tehát úgy érzed, hogy ebben az esetben az, aki valójában jelez, az, igen, csak egyfajta kontakt. Mert te vagy az, aki jelzel, ő meg egyfajta ilyen tengely kapcsolóként működik, vagy én nem tudom, egy érzékelőként, aki te átviszi az impulzust magára az eszközre. Mit mondhatnak az autósok? El? Hogy én csak reagálok arra, amit a Morning Show-ban elhangzott, és a Bali mondta. De itt a fő bűn elkövető, a fő gonosz, az a műsorvezető, aki bemondja, hogy hol van a trafi, mert ilyen alapon akkor az is büntethető, hogy én felhívom az autósok figyelmét, vagyis jelzem, hogy ott trafi van. Aha. Aha, mert ha autós autósnak nem jelezheti, akkor én miért jelezhetem egyébként rádióműsoron keresztül? Tényleg. Na? Tényleg. De ugye? Jó, te jó, hogy visszadobtad ránk ezt a sztorit most. Ki tehet róla? Ti kettő. Hál' Istennek, hogy hármunk közül egy ember, valaki folyamatosan olvassa be ugye az SMS-eket, ez Balázs reszortja, tehát tudjátok, hogy akkor mi van. De ez nagyon tetszik. Tehát akkor az autóvezető, a na? Morning Show hallgató, aki jelez, az ő csak senki más, ő csak egy ilyen humán relé. Őre, hogy ez az üzenet csak átmegy. Mit csinál? Ő jelez. Igen. Ugye? Te jó. Jó, még ha azért hall bennünket a rendőrség. Igen. És most ott a Teve utcában most nagyon tesznek, vesznek, ha valaki ennek elmondja a nem tudakozói változatát, annak mi tényleg örülnénk. Persze, hogy hallgatnak minket, biztos így, mert érted valaki, hogy hangosítsak fel a rádió, na, százados úr, kusoljon már, legyen szíves, hát, ja, bocsánat, tisztelettel. A rendőrségnél csak hülyék dolgoznak, Jani? Nem csak. Hát ezért a rendőrségnél dolgoznak, nem csak ezek után szívesen ide csörögnek velünk beszélgetni. 20 éve ez még volt a szerep, jó napot kívánok, egészségügyi doboz, de most azért már normális. Most senki ne vegye magára, a hülyék mindenhol dolgoznak. Ez így van, finoman próbálsz kiátrálni. Szóval, hogy most ezzel nekem az a bajom, most tippet adtunk a rendőrségnek. Aha. Én most rendőr lennék. Nekem ez az egész az a bajom, hogy hangosan gondolkodsz egy rádió műsorban. Tehát, hogy szeretek hangosan gondolkodni, akkor nem lennének következményei. Én azt hiszem, hogy mindig a hangosan gondolkodás viszi előbbre ezt a világot. Egy kicsit mindig előre visszük. Tehát most, ha egy rendőr lennék, egyébként kiállnék oda, és megnézném, hogy ki fénykürtözik. Ugye, mert azt mondták, hogy hoppá, hallottad a Morning Show-ba. Hát, én is rendőr lennék, és szólnék, hogy azért vágass már a hajadat, meg borotválkozz, mert én nem megyek ki veled az utcára. De miért? Miért? Én nem tudhatom, hogy hol a trafi? De most kérdezem én egyébként, jogkövető magatartást tanúsítok, én nem tudhatom, hogy hol a trafi? Várjál, te most miért rendőr vagy, autós vagy rádiós műsorvezető? Autós vagyok. Autós vagy, miért kell az? Én miért nem tudhatom, hogy hol a trafi? Az én pénzemből trafiznak. A központi költségvetésben megy a büntetés. Hát tudod elméletileg. Akkor miért nem tudhatom, hogy hol van a trafi? Uh-huh. Vagy ha tudhatom, és az OLFK honlapjáról egyébként letöltettem, hogy hol van trafi, akkor miért baj, ha valaki szól? Aha. Na? Aha.
mert megzavarja vele a többi közlekedő. És már értem, hogy a Vikinek miért remeg itt egy ér állandóan a szemével, tehát egész nap ezt tolja otthon. Én csak így gondolkodom. Én nem Viki, tudok másik gondolkodni. Ha az ORFK honlapján letöltetett, hogy hol van a trafi. Figyel? Miért büntetnek meg a Kresszben, ha egy másik autó szól, hogy hol van a trafi, hiszen nyilvánosan elérhető honlapokon láthatom, hogy éppen hol mérnek. Így jártál otthon egyébként így a szobában, egy hümmögbe, egy de ha én jelzem nekik, hogy hol van a trafi, akkor vajon bűnrészes vagyok ebben a dologban, Viki? Viki, hol vagy? Ne aludjál! Benny, hol van az anya? Ja, hogy elmentetek bringázni, mert szerettek élni, és nem akarjátok ezt a hülyeséget hallgatni? De érted, hogy mit kérdezem? Tehát lehet, hogy megbüntetnek valami olyanért, amit elvileg én az ő honlapjukról töltöttem le. Érti, csak már nem érdekli. És mindenkinek megmutatják, hogy hol van trafi. Ki a bűnös? Kit kell büntetni? A rendőrséget. Vagy mindenkinek saját magát. Hát itt, egyébként tényleg. Megtalált már minket a rendőrség? Ne, Laci keres. Laci keres valakit. Anna? Anna? Lehorgasztott fejjel, nem hiszem, nem. A kép a következő. Anna lehajtott fejjel ül velem szembe. Lehajtott fejjel. Mert őt már felhívták a ruk. Ő már beszélt velük. Figyelj, még nem talált meg minket a rendőrség. Szerintem még csak most készítik össze a gyors kötözőket. Laci, gyere, mondd, mi a helyzet. Laci jön. Igen, referál. Gyere, mondd, mi a helyzet. Hol tartunk most? Megtalált minket a rendőrség? A rendőrség egy picit bonyolultabb, mert nekik visszajelzés kell, meg. Aha. De mihez gyerekek egy élő adásban, hogy ma Morning Show-ban valaki ezt elmondja, ami közérdekű? De hogy mondja el? Tehát azt várod, hogy metafizikus. Jó reggelt kívánok, dr. Porkoláb József dandártábornok vagyok. Igen, hello Balázs, hallottam, hogy miről beszéltek. A következő ezzel a tényállás. A Kreszt ezt és ezt szabályozza, az autósok ne villogjanak, vagy ha villognak, egyébként mi azt nem büntetjük, de elvileg büntethetnénk. Na, jó fejrendőrök vagyunk. Mi? Oda, hova befér. Na, mindenki szevasztok. Tartsa be a sebességet. Hát ennyi, hát ez nem bonyolult. Na. Ellenben beszéltem Pintér Józseffel, aki a Magyar Autóklubnál van, ja. És azt ő azt mondta, hogy büntetik, igen? De nem lehet bizonyítani, vagy nehéz bizonyítani, ezért nem büntetik. De alapvetőleg büntetendő. Aha, tehát aha. Büntetendő, de nem. De nehéz bizonyítani. Jani, üsd be a következőt. Kressz negyedik fejezet, második Kressz negyedik rész, kösz Laci. Kressz negyedik rész, második fejezet, 466. pont. Értetted, ugye? 460? 6. 466. Na figyelj. Tehát akkor itt arról van szó, ha jól értem, hogy te nem fénykürtözhetsz, de nem kell különbséget tenni, hogy te trafid miatt fénykürtözöl, vagy máshogy fénykürtözöl. A fénykürt igen. Jogtalan használatát tiltják elsősorban. Így van. Ugye? Így van, ezért nem nyerted meg az 5000-est. 5 guba balina. Nem, mert a fénykű nem a fénykürtözésről, a trafijázésről volt szó. Mit ír? Várjál, kiadott egy filmet. Mamik, akik szeretik a fagyi. Ez van, mamik, akik szeretik a fagyi. Figyelj, tehát ez van a Kressz negyedik rész második fejezetének 446. pontjánál? Aha, figyelj, megvan, mindjárt meg lesz. Nyugalom, addig dúdoljatok valamit. Na mondom neked, ha te kiírod az autód elejére, hogy 5 kilométer múlva trafi és azzal mész, azzal nem fognak megbüntetni. Tehát nem a trafi előrejelzést, hogy a trafi miatti szólást bünteti a rendőrség, hanem az büntet, hogy te indokolatlanul fénykürtözöl. Próbáld ki, most kimegyünk, fölfestjük a nagy autódra, hogy izé trafi, mindjárt trafi, menj ki vele az utcára, a rendőrség semmit nem fog szólni. Ezért nem nyerted meg az 5000-et. Uh-huh, uh-huh. Szép kifogás. Hol vagy, Jani? Milf.hu, vagy mi csinálsz? Bigtits.com, vagy hova keveredtél? Egészen vélem. Egészen vapánták. XNXX gonzomovies.com, vagy hogy nem, hova dobott az oldal? A zárda titka 2. Igen, tedd oda, ahol nem való. Figyelj, nincs meg. Na jól van. Ez precízen pontosabb keresés kell. Gyerekek, az a baj, hogy az ilyen hangos gondolkodástól már csak egy perc választ el, hogy vitatkozzak a híradóval. Komolyan. Tíz év múlva, igen, én vitatkozni fogok a híradóval, elhiszed? Van az a típus, tudod, aki egyedül ül és vitatkozik a híradóval. Igen. Most miért mondod? Most engem akarsz róla meggyőzni? Hát hülye vagyok én? Nem. Jó, gyerekek, egyetlen egy megoldása van, ha már a rendőrséget igen? Nem tudtuk elkapni. Senki nem menjen gyorsan. Ennyi. Egyébként tényleg. De én akkor is jelezni fogok. Jól van, 9:50 van, pontosan közlekedési híreket várunk. Jó. Trafit jelentést is, ha lehet, ha nem, mi mondjuk természetesen, hogy egy picit azért segítsünk. Ti is. Egyébként csak mondom, írek, hallgatok, hogy vannak applikációk okostelcsire, amik jelzik előre az ORFK honlapjával összekötve, hogy hol van trafi. De ezt nem támogatjuk. De azt támogatjuk, hogy mindenki menjen normálisan, nem? Igen. De tényleg, az a legjobb, és akkor nem kell ebbeket letölteni. Vigyetek engem normálisan. Igen. 9:50 volt, pontosan 1 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3:10 lesz, pontosan 4 perc múlva, hello mindenkinek, a Kőér utca elején mérnek.
ezt Tünde írta nekünk SMS-ben. Igen, kicsit belassultam, bocsánatot kérek. Abda belte... Igen? Hol? De hol is? Abda belterületén, az egyes főút 135-ös kilométerénél szintén van egy trafi, ezt Kókó küldte nekünk. Balázs, nem az a baj, hogy hangosan gondolkozol, hanem mindezt élőadásba teszed. Ide valaki. Te vitatkozol a híradóval, én már most vitatkozom veletek. Valaki csak ennyit, hogy sokan reméljük, hamarosan kaptok büntetést. Ennyi, se aláírás, semmi. Kedves esemet. Igen, Bali, menekülj, megy a tek hozzád. M3-as 154-es kilométer szintén trafi Nyíregyháza felé, és azt nézem, hogy volt itt még egy, mindjárt megtalálom, így van, a 33-ason Poroszló után Tiszafüred felé Merci kontra Suzuki. Merci az árokban most kezdik a helyszínen, és szép dugó lesz, mert az útépítés miatt szakaszosan engedik a forgalmat, kerüljön, aki tud, ezt gyapjas küldenek. Köszönjük szépen. Olé, olé, olé. Itt vagyunk, 8 perc van a 10 óra, egy kis kulisszatitok. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szavaztok. Hogy attól nem féltek-e, mert ugye amikor beszélsz arról, hogy nem tudod, milyen az a fúrógép, meg nem tudom, beszéltek kolbászról, akkor behozzák a hentesek, meg hoznak neked fúrógépet, hogy amikor a Trafibaxról beszélsz, hogy lehet-e, akkor de beállítanak már bilincsel, hogy ön az elmúlt időszakban nem tudom, ennyiszer lépte át a sebességhatárt, és ennyiszer jelzett, tehát akkor a büntetést is hozzuk. Igen, de akkor visznek téged is, a pirost is, akkor mindenkit visznek, aki trafit mond. Ja, hogy aki trafit mond, de egyébként trafit mondani lehet, hiszen ők is jelzik a saját honlapjukon, hogy hol fognak mérni, akkor ők is büntethetők, nem? Szép, nem? Az mi? Mi van a kezedben? Ez Bali új szerzeménye. Mi az? Bali nagyon ritkán vesz magának dolgokat, de most meglepte magát. Na, ez mivel lette magát Bali? Elektromos könyv? Jól látod? Igen, igen. Kézede, úgy örülök neki, olyan vagyok, mint egy gyerek. Egy éve várok rá, hogy megvegyem, és most eldöntöttem, hogy megveszem. Egy olvasó. Menő, nem? Nagyon. Jól néz ki. Még nem tetszik. Tudom kezelni, de mindenhol viszem magammal. Fordítva tartod a kezem. Ja. 4000 darab könyvet tudsz azt rajta tárolni. 4000 könyvet. És milyen a fénye? Vagy így nincs fénye. Mutass már egy könyvet. Ja, hogy az, ja, nem kell magaddal nem könyvet vinni, e-book formájában, tessék, mutatom a könyvet, e-book formájában letöltöd, és fölrakod erre a kis cuccra. Nagy egy e-book. Na, kirú, nem? Tetszik? Tetszik. Kölcsönadom. Most egyelőre 12 darab könyv van letöltve. Én imádok olvasni, és imádom a könyveknek az illatát is. Az ebből hiányzik. Úgy néz ki, be tud állítani a betüket, nem csillog a kijelzője. De lehet ezzel kapni egy ilyen szagos applikációt, könyvillatú. Van külön por, külön moly. Igen. Ilyen lap, olyan lap illat, igen. De Goethe csak véletlenül van rajta. Ja, hát ez fura tévedés. De jó, nem? Nagyon. Ugye? 3-4 ezer könyvet tudsz rátenni, és bármi, amit kiválasztasz, rábőksz, elviszed magad a nyaralásra, nem mondok márkát, még semmit, nem erről szól. Meg sokféle van belőle. Igen, sokféle típus van, tehát itt nem egy márkának. Most a Feri ellapozza, és azt se tudod, hogy hol tartottál. Visszalépsz a kis házjellel a főoldalra, és bemész a saját könyvedbe, amit olvastál. Aha. Nagyon menő. Kölcsönadom. Szeretem az ilyet megosztani, ha vidd el egy napra, próbálj. Hát figyelj, én bemegyek a könyvtárba, és megmondom, hogy most már ilyenbe adják nekem a kölcsön a könyveket. Tehát, hogy... Na, nem ennőzzé, mikor voltál utoljára a könyvtárba? Hagyjál már a süket dumába. De mindig könyvtárba. De már jött a jelzés, hogy vidd vissza, mert meggyarúsítottak lopással, még 12 éves, vagy légy jó, mint halálig. Lassan olvasok, és mindig szólnak. Nekem is volt egyébként, hogy volt. Bement, megkérdezte, hogy hol van a kínai büfé. És mondták neki, hogy az két számmal fejje. Igen, ez volt az utolsó könyvtári élménye. Na, hívjuk a naphallgatóját már is, jó? Tedd meg. Ha mondja, hogy morning show, akkor övé az ajándékcsomag. Ha nem mondja, akkor viszont nem mondja. Így, nagyon komoly igazságtartalma volt a mondatnak. Ezt írjátok föl valahova. Nagyon benne vagyok. Ajaj. Hűha. Húha. Bajt szimatolok. Nem meri felvenni. Na most mi a makkom lesz? De most fogja? Ja nem, hogy azt mondta, hogy most. Nem fogja, ha fogná, nem felemelni. Nem mondtad semmi ilyesmit. Ja, de hogy most veszi fel, azt mondod, Jani? Most? Hát nem ami most jön, hanem ami... Ja, azt hittem lecsúsztam róla, akkor ez. De melyiket? Hát a mostani csöngés? Ez már elment. Ja, vagy ez már elment. Aha. Hát ebben már benne vagyunk, akik, akkor szerintem a következő. Na jó, nem vette föl, nincs ajándékcsomag. Azt akarok kérdezni, hogy Andyvel mennyire vagy jóban? Melyikkel? A Vajnával.
összejárnak, nem mondja, mert abszolút jobban vagyunk. Volt most a 4-4 ellenben, és nagyon jól éreztem azért, magát. Azért kérdezem, mert igen, ott szemmel láthatóan sokat mosolygott és nevetett. Nyilván nem értett a szituációt. Ezek után könnyű lesz hátszeret intézni. Igen, saját magad alatt vágtad el egy mondattal a fát. Igen, bármit is kérsz, ezek után nagyon könnyű lesz nekem elintézni, hogy nyilván Endi egy olyan műsorra volt, ahol fogalma sincs, hogy mi történt. Miért hívjam föl Endit ezek után? Mert az ő országos cimborája, Arnold Schwarzenegger októberben jön Magyarországra motivációs tréninget tartani. Így van. És hát, ha esetleg össze lehetne vele futni egy fotó erejéig, tegnap előtt beszéltem a rendezvény szervezőjével, úgyhogy ja, nagyon Arnold. Nem, nagyon szívesen. Igen? Persze. Hát mit gondolsz, ki lesz még ott? Csak ott a nagyokat hív. Arni? Nem, fölhívtak, hogy vállalok-e műsorvezetést, hogy csináljam meg ezen a rendezvényen a műsorvezetést. És? Mondták, hogy találkoztatok Arnival, és mondtam, hogy nem. De ki az? Nem, nincs annyira kedvem. Pont bipoláris depresszióm lent volt éppen is. Igen. De szívesen egyébként. Tényleg visszamondtad? Hát de most... Miért? Te nem mondtad, hogy Jani viszont menne? Miért nem mondaná? Tudod, hogy rúghattam volna 11-est a... Ja, igen. Manchester United az Álmok színházában. Mondtam, hogy most... hogy nem, menjen más. Hogy tetszett mondani? Elnézést. Maga az első, aki ilyet tesz. Ja, jó. Ja, jó, hát hogyha nem akarsz találkozni arról... De szívesen, dehogy nem. Akarsz? Találkozni akar vele, dolgozni. De menjünk el, abszolút. Vele együtt, mert én akarok vele találkozni, te meg jól jössz, ha fizetni kell az ebédjét. Jó, összehozunk neked egy találkozót Arnival, jó? Jön októberben egy órás ilyen motivációs tréninget tart, igen, ez ilyen sikerszeminárium, ezt így hívják, és akkor sikeres emberek beszélnek arról, hogy hogyan tudod megvalósítani a saját álmaidat, és akkor beszélnek ott felsővezetők, meg menedzserek, mindenki, aki a saját szakterületén elért valamit, és akkor Arni koronázza majd meg az estét. Hmm. Igen. Jó? Nem gyenge. Jó, megleplek egy Arnival októberben. Jó? Jó. Jegyezzétek föl valahol, hogy ez majd októberben is így legyen. Jó, október. Jani? Gyere, Jani, Bali, 3 hete volt a rendezvény, ne törődj vele. Jó, hogy mondd meg Arnának, hogy a béketér előtt szálljon le az 50-esről, jó? Ne menjen végig. Ott leszel? Ott van egy, ott van egy jó biopiac, ott veszed éppen a hétvégi kis kecsketejedet, jöjjön oda? Jó, megbeszélem. Arról fog megismerni, hogy nagyon fogok integetni. Csabikám, remek zenéid lesznek? Hozom nektek Avicii-t, mert tudom, hogy szeretitek. És mindig megtalálja a fantasztikus hangokat. Most Audra May-vel dolgozott együtt. Igen, ő tegnap finoman leadéleztük, igen. Egy amerikai folkrock énekesnő, és vele együtt készítette el az új slágerét, úgyhogy ezt hozom nektek, mert ez tényleg jó. Olyan énekel benne a nő. Egy jó Avicii, hát nem, sehova nem megyek. Egyébként ugye azért nyugtass meg, hogy nem mondtunk tegnap akkora hülyeséget, hogy az Adél hangjához hasonlít ennek a nőnek a hangja. Tehát, hogy ha becsukod a szemed és elképzeled magad előtt Adélt, akkor hasonlít, nem? Hát, hogyha nem tudod, hogy újra mély énekel, akkor gondolhatod azt is, hogy Adél más hangon, de... Szóval nem. Jó, kösz. Csabi jön a kívánság műsorral 555-55-00, ez a telefonszám. Itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao!